arra kérem a résztvevőket, hogy röviden vázolják, hogy ők hogyan látják hát Magyarország jövőképét. Mi itt Romániában és a román sajtó általában kifogásolja egyébként, hogy a politikusoknak, pártoknak, kormányzatoknak nincsen jövőképük, gyakorlatilag nem foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy hosszú távon akár évekre fölvázolják, hogy merre tart az ország. Nem tudom, hogy Magyarországon van-e, de most majd kiderül. Úgyhogy Dömötör Csabát kérném akkor arra, hogy vázolja egy picit, hogyan látja Magyarországnak az elkövetkező 10-20 évét. Az elmúlt, nagyon köszönöm először is a meghívást. Az elmúlt években megtanultuk, hogy olyan dolgok történhetnek, amelyekről akár csak 3 évvel ezelőtt sem gondoltuk volna, hogy megtörténnek. Gyakran szoktam idézni Harari könyvéből azt a gondolatot, miszerint az emberiség lezárta a nagy problémákat, a háborúkat, a járványokat. Ezt írta pár évvel ezelőtt, majd jött egy járvány és jött egy háború. Tehát hogy mi lesz 20 év múlva, azt nehéz megmondani, de egy biztos, hogy a kormánypártokat ritkán illetik azzal a kritikával, miszerint ne lehetne tudni, hogy melyek az alapvető célok. És hogyha valaki azt kérdezi tőlem, mint például most, hogy melyek a kormány alapvető céljai Magyarország jövőjével kapcsolatban, akkor szerintem jól meghatározható. Először is szeretnénk, ha Magyarország egy erős szuverén állam lenne, amely a jövőjével kapcsolatos legfontosabb döntéseket képes saját maga meghozni, nem pedig külső elvárásokhoz igazodni. Képes támogatást nyújtani a családoknak, tehát ez azt is jelenti, hogy minden olyan gyermek, amelyek szeretnének vállalni, megszülethet Magyarországon. Képes a munkahelyeket megőrizni, újakat teremteni, úgy, hogy ezek egyre magasabb hozzáadott értékű munkahelyek legyenek, lehetőleg minél magasabb bérrel. Képes a saját biztonságát fenntartani, határainak biztonságát, fizikai biztonságát egy háborús helyzetben is, és hogy még egyet hozzátegyek, képes a magyar-magyar kötelékek ápolására, erősítésére, ha úgy tetszik, a nemzet határokon átívelő egyesítésére, úgy, hogy egyébként a környező országokkal mindeközben erős, kiegyensúlyozott stratégiai kapcsolatokat ápol, és hogyha ezt egy szóban kellene megfogalmaznom, vagy egy sűrítő kifejezésben, akkor az a meggyőződés vezet minket, hogy Magyarország legszebb napjai még előttünk vannak, és ezt még akkor is így gondoljuk, hogyha most egy nehezebb időszakot élünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a meghívást a szervezőknek. Mindig nagyon nagy élmény eljönni, de a Tusványosra és különböző vitákban részt venni. Emlékeim szerint egyébként 10 évvel ezelőtt voltam itt először, és talán amikor, ugye 2 évig talán kimaradt az esemény, talán egyszer nem voltam itt, amikor megrendezésre került a rendezvény. Úgyhogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a lehetőséget, és személyesen is, illetve a politikai közösség is, amit képviselek, mindig híve volt annak, hogy nyíltan szemtől szembe vitassuk meg azokat a kérdéseket, amik alapvetően meghatározzák a nemzet jövőjét. Nos, ahogy kezdte államtitkár úr, valóban olyan események sorozatának voltunk tanulja az elmúlt években, amiket hát mondhatjuk, hogy nem lehetett, bizonyos szempontból nem lehetett előre jelezni. Ugyanakkor azért azt is látni kell, és szerintem ebben egyetértés van, hogy nem is számíthatunk rá, hogy a jövőben ez másként lesz. Tehát ahogy mi kimondtuk, egyébként önök is, mi is kimondtuk, alapvetően a válságok korában léptünk, és én nem gondolom, hogy hosszú távon ennél nyugalmasabb körülmények között kellett megteremtenünk a nemzet fennmaradásához és a nemzet boldogulásához a szükséges feltételeket. Na most amiket jövőképként elmondott államtitkár úr, azok közül én nagyon sokkal egyetértek, sőt, mondhatjuk, hogy szinte teljes értékben egyetértek. A kritikám általában és a kritikánk arra vonatkozik, hogy nem mindig az jelenik meg a cselekvésben, annak a célnak a kiszolgálása, amit így jövőképként megfogalmaznak. Ugye hallhattunk itt nemzeti szuverenitásról, hallhattunk itt arról, hogy legyen képessége az országnak megvédeni önmagát. Ugyanakkor egy olyan gazdaságpolitikai irányt látunk, ami a kitettségünket növeli. Tehát most is elképesztő mértékben kitett a gazdaságunk egy ilyen globalizálódó világban. Nagyon sok olyan tényező határozza meg a magyar gazdaságpolitika működését, illetve a gazdaság működését és a gazdaság sikerességét, amely döntéseket nem mi hozunk meg, és amit most látunk egyébként, és erről nyilván vitázni fogunk, egy iparstratégia, amit most elindított a kormány, ez elképesztő mértékben megnöveli ezt a fajta kitettséget. Ugye gondolok itt akár csak a gazdasági
olyan jellegű döntések meghozatalára, amik egy-egy iparág jövőjét alapvetően befolyásolják, vagy éppen az energiapolitikai függőségre, ami egészen elképesztő, illetve a természeti erőforrásainkra, aminek a megőrzés és alapvetően a vízkincsünknek a megőrzése az alapvető annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a gyermekeink, unokáink jövőjét. Tehát én azt látom, hogy valóban a válságok korában lépünk, válság korában léptünk, nem számíthatunk sajnos nyugodalmasabb időszakra, és az elmúlt években nem sikerült az ország, a nemzet önvédelmi képességét növelni, sőt, a kitettséget növeltük, és a vita során, ugye alapvetően úgy készültem, hogy a magyar jövőről vitatkozzunk, én ezeket szeretném majd így tematikusan, téteresen is megmutatni azt, hogy azokhoz a célokhoz, amiket említett egyébként államtitkár úr, milyen döntéseken keresztül vezethet az út szerintünk. Hogyha reagálsz, akkor megvan rá a lehetőség. Tudok, több témát érintettünk. Annyiban hagyd térjek ki, vagy adjak más megközelítést is, hogy amikor erről a kérdésről beszélünk, azért nem tehetjük zárójelbe azt, hogy milyen nemzetközi gazdasági környezetben vagyunk. Egyetértve azzal, hogy a magyar gazdaság egy nyitott gazdaság. Exportorientált, erős exporttal, erős külföldi befektetői mértékkel. És amikor a jövőről beszélgettünk, nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, hogy Európa nagyon nehéz időszakot él gazdasági értelemben. Alapvetően a háború miatt, nem csupán a háború miatt, de most elsősorban a háború miatt, és javarészt a saját rossz döntéseinek köszönhetően. Itt nekünk van egy jól ismert vitánk a brüsszeli intézményekkel. Most a szankciós dolgokban nem mennék bele, mert azt jól ismerjük. Inkább csak azt mondanám röviden, vagy azt hoznám ide, hogy egy év után azért látszanak a következmények. Európát gazdasági értelemben recesszió sújtja, nem csak 2022 negyedik negyedévében, hanem 23 első negyedévében is recesszióval néz szembe Európa. A magánfogyasztás 2019 óta 1%-kal csökkent, tehát az a jólét, amit Európa megszokott, az egész egyszerűen zsugorodásnak indult. Mindeközben összehasonlításképp Amerikában 9%-kal nőtt a magánfogyasztás mértéke. És amikor mondjuk a bérekről beszélgetünk, gyakran az az érzése az embernek, hogy csak Magyarországon vannak ilyen típusú bérviták. Tehát, hogyha valaki megnézi, hogy Németországban hogyan alakulnak a számok, 2019 óta 3%-os reálbércsökkenés következett be. Olaszországban és Spanyolországban 3,5%, Görögországban 6%-os csökkenés, és ez egy tartós tendencia, amit a háború csak felerősített. Tehát én csak azt vetném fel, hogyha majd beszélgetünk a konkrét megoldási javaslatokról, akkor soha ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy milyen nemzetközi gazdasági környezetben vagyunk, ahol is az európai egyre súlyosbodó függés az egy meghatározó tényező. A technológiai függés a tőkétől, energiától, ami a legsúlyosabb, és a katonai védelemtől. Tehát amikor az ország mozgásteréről beszélünk, akkor ezeket egész egyszerűen nem hagyhatjunk figyelmen kívül. Arról meg majd vitatkozhatunk, hogy az önvédelmi képességeket hogyan tudtuk kialakítani, megerősíteni az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy itt van nagyon sok olyan kérdés, olyan vitapont, amit lehet, hogy viszonylag gyorsan át tudunk ugrani. Ugyanis ezek már részben lefolytatott viták. Egyébként a makrogazdasági számokat látjuk, azt is látjuk, hogy sajnos milyen nehéz helyzetben van a ország gazdasága, és alapvetően Matolcsi elnök úr szerintem nagyon világosan elmondta azokat az érveket és azokat a pontokat, amikben egyébként mi is egyetértünk, hogy alapvetően igen, az energia, például az infláció tekintetében az energiaáraknak óriási szerepe volt, de a kormány hagyta 2021-ben elszaladni a költségvetési hiányt, és ezt tekinti Matolcsi György a másik alapvető nyomósoknak az infláció tekintetében. Ugye itt említett államtitkár úr reálbér alakulást, hát azért Magyarországon is egy ilyen közel 15%-os reálbér csökkenést lehet az elmúlt időszakban megállapítani, ami az OECD átlagnak talán háromszorosa, négyszerese. Tehát sajnos egészen elképesztő hatásokat érzékelünk. És valóban függőség, szuverenitás. Egyetlen egy példát említek csak. Ugye Magyarország, eléggé válságot élünk. Magyarország jelenleg is például a villamosenergia felhasználás tekintetében nagyon nagy mértékben importra szorul. Az teljesen egyértelmű, hogy sajnos a természeti adottságaink, a lehetőségeink tekintetében mi soha nem leszünk képesek olcsó energiát előállítani, tehát relatíve mondjuk versenytársakhoz képest olcsó energiát. Nyilván alapvetően a megújulók felé való elvonulás, amit egyébként hangsúlyozott Matolcsi elnök úr, az lenne egy nagyon-nagyon fontos kérdés az energia önrendelkezés tekintetében. De most az a bizonyos iparstratégia,
amit a magyar kormány nem csak megtervezett, de elkezdett megvalósítani, az azt vetíti előre, hogy 2030-ra 55%-kal növekedni fog Magyarország villamosenergia igénye. És alapvetően olyan ipari befektetők miatt fog növekedni Magyarország energia igénye, amelyek elképesztő gazdasági adókedvezményekkel jönnek ide, óriási állami támogatást kapnak, jellemzően a profitot ki is viszik az országból. Mondhatjuk, hogy innovációt nem hoznak, tehát nem a magas hozzáadott értékű munkahelyeket fogják megteremteni, láthatóan nem is magyar munkahelyeket fognak teremteni, és felhasználják a természeti kincseinket. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy jelenleg is igen kitett a magyar gazdaság, amivel egyetértünk, akkor én azt gondolom, hogy az lenne helyes és felelős kormányzati politika, gazdaságpolitika, ha ezt a kitettséget nem növelnénk meg extrém mértékben, mind amire készül a kormány, hanem megpróbálnánk csökkenteni. Hiszen a válságok korában élünk, ismétlem, és hogyha azt szeretnénk, hogy ebben az időszakban, vagy ebben a korszakban Magyarország önvédelmi képesség és a nemzet önvédelmi képesség erősödjön, akkor egy patrióta szemléletű, egy kicsit befelé forduló, az alapvető szükségleteket helyben kielégítő gazdaságra van szükség, nem a kitettség egészen elképesztő, mondhatjuk, hogy extrém mértékű megnövelésére. Na hát ez egy érdekes vád, tehát nem elég patrióta a magyar kormány. Törekedni kell rá, hogy a lehető legnagyobb mértékben legyünk patrióták. Hogyha az ellenzék részéről egyáltalán mint szempont megjelenik, én annak már örülök, mert a fő kritikánk általában az ellenzék egészével kapcsolatban az, hogy mint hogyha nem ezen a szemüvegen keresztül néznék akár a gazdasági kérdéseket, akár más kérdéseket. Ami a magyar ipart illeti. Ugye az erről szóló vita az elmúlt hónapokban eléggé leszűkült az autógyártás, azon belül is az akkumulátorgyárak kérdésére. Ennek politikai oka van, tehát valamiért úgy döntött az ellenzék, hogy ezt próbálja meg felhúzni témaként. A magyar ipar ennél sokkal-sokkal sokszínűbb. Mert bár az autógyártás az jelentős szelet a tortából, de az élelmiszerfeldolgozóipar, az elektronikai eszközök gyártása, akár a műanyaggyártás, vagy éppen a gumigyártás, ezek mind-mind erős szegmensek, és vannak annak mutatói, hogy mennyire áll egy lábon egy ország ipara, és ilyen szempontból a magyar ipar az igenis sokszínű. Ami az autógyártást illeti, ami általatok, az autóipar általatok egy ilyen függést erősítő iparákként van bemutatva. Itt 30-40%-os hozzáadott értékről beszélünk, magyar hozzáadott értékről, úgy is, hogy a technológia egy jelentős részét azért ezek a gyártók hozzák. És az is nagyon fontos, hogy egy-egy ilyen új munkahely, amely az autóiparban létrejön Magyarországon, 1,3 másik munkahelyet tart meg a beszállítókon keresztül. És ugye egy döntési pontban volt a kormány, vagy ponton volt a kormány, mert azt tudjuk már végérvényesen, hogy az európai autóipar az át fog alakulni. 2035-től csak elektromos meghajtású járműveket lehet forgalomba hozni. Becslések szerint 2030-ra 5 forgalomba hozott autóból 3 már elektromos lesz. Így a kérdés az az, hogy lesz-e Magyarországon autógyártás. Most van, nagyon erős, az egyik legerősebb fajlagosan Európában, de a kérdés, hogy ez megmarad-e. És hogyha rossz irányból közelítjük meg a kérdés, hogyha per definíció kizárjuk ezeket a befektetéseket Magyarországról, akkor nem csak, hogy nem lesz magasabb hozzáadott értékű iparunk, hanem még munkahelyek is veszélybe kerülnek, adott esetben 300 ezer munkahely. Csak azért hozom ezt külön fel, mert egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan nyúlunk ehhez a kérdéshez. És még egy másik kérdéssel az összefüggésben van, amikor mi a dollárbotrányról beszélünk. Az nem csak egy ilyen kormányellenzék közötti politikai vita, hanem azért fajsúlyos kérdés, mert nem mindegy, hogy amit képvisel egy ellenzéki párt bizonyos kérdésekben, azt miért teszi. És erős a gyanunk, hogyha nagy dollárinfúzió van külföldről, akkor adott esetben mások érdekében is eljárhatnak. Tehát ezért is tartom fontosnak, amikor képviselő társam a szuverenitás kérdését egyáltalán fontosnak tartja. Azt azért hozzátenném, hogy ezekkel a hangokkal az LMP már amennyiben képviseli, általában egyedül szokott lenni a baloldalon, és sajnos, amikor választás jön, akkor azokhoz kell csatlakozni, akik nagyon nem ezt az álláspontot képviselik, de még egyszer mondom, én annak örülök, hogy egyáltalán mint szempont, a szuverenitási szempont az felmerül, nem csak ebben a vitában, hanem az LMP részéről időközönként. Na most nagyon sok mindenre kell reagálnom, és próbálok nem túl hosszan megtenni ezt.
Én annyit kérnék államtitkár úrtól, hogy itt vagyunk szerintem egy olyan helyen, ahol meg kell tisztelnünk a hely szellemét is azzal, hogy nem propagandisztikus elemekkel élünk, hanem megpróbálunk tényekre alapozva tényszerű vitát folytatni a valóságról. Én arra kérem államtitkár urat, hogy ugye vannak a parlamentben is viták. A parlamentben is megvan a lehetőség vitázni, és ezeket a propagandisztikus dollárbaloldal, stb. Elemeket. Én kérem, hogy most száműzzük innét, mert szerintem ezek valóban sorskérdések, amiről beszélünk, ezért próbáljunk tényleg egy kicsit közelíteni a MAK problémákhoz és a valósághoz. Annyit is pontosítanék, hogy az LMP Magyarország zöld pártja, amelynek én az országgyűlési képviselője vagyok, nem baloldali párt. Az ellenzéken belül vannak baloldali pártok, vannak liberális pártok, ezekből egyébként elég sok, például a DK-t is egy liberális pártnak tartom. Szerintem az öndefiníciót, például a baloldali pártok öndefinícióját, amelyek büszkék arra, hogy baloldaliak, adott esetben, hogyha nem is klasszikus értelemben baloldali, hanem liberális politikát folytatnak, azt hagyjuk meg. Magyarország zöld pártja, nem baloldali párt. Nos, és akkor a patrióta gazdaságpolitikáról. Én azt gondolom, hogyha következetesek vagyunk, 2010 óta van az LMP országgyűlésben, azóta mi ebben a kérdésben mi következetesek voltunk, tehát mi folyamatosan egyébként a nemzeti önrendelkezés megőrzéséért küzdöttünk, és hegyre menő vitákat folytattunk a kormány oldalal, hogy miért támogatják például a szabadkereskedelmi egyezményeket, mondhatjuk, hogy kritikátlanul, amelyek egyébként a nemzeti szuverenitás bizonyos részeinek a feladását jelentik. Vagy miért kötnek stratégiai megállapodást olyan cégekkel, miért adnak elképesztő támogatást, adókedvezményeket azokkal a cégekkel, amelyek kiviszik egyébként Magyarországról a profitot. Miért nem a hazai kis- és középvállalkozásokat támogatják? Nos, és a gazdaság szerkezetről, a gazdaság, hogy mennyire patrióta a gazdaságunk. Egyébként a gazdaság hatékonysága, hogy egy adatot mondok, adott gazdasági teljesítmény megtermeléséhez Magyarországon kétszer annyi energiafelhasználására van szükség, mint például Németországban. Én ezt azt gondolom, ez óriási hiba, és jelenleg sajnos a tendencia, amit láthatunk, és ami levezethető a kormány egyébként nem csak meghozott, hanem már végrehajtás alatt álló döntéseiből, hogy ez az arány el fog tolódni, és Magyarország gazdaságának az energia hatékonysága, termelékenysége az rossz irányba fog változni. Még egy itt adat, az is nagyon-nagyon fontos, hogyha megnézzük, hogy miképpen, hogy az ipar teljesítménye, hozzáadott érték, stb., hogy miképpen változik az összkibocsátás Magyarországon, és a bruttó nemzeti jövedelem miképpen változik, akkor a kettőnek az eltéréséből pontosan látjuk azt, hogy ugyan növekszik a kibocsátás valóban, de ez nem azt jelenti, hogy húzza magával szignifikánsan a nemzeti jövedelmet, a bruttó nemzeti jövedelmet. Tehát azt mutatja, hogy bizony ezek az óriási cégek, amelyeknek az energiaellátását nekünk az adófizetők pénzéből kell megvalósítani, amely felhasználja a vízkincsünket, és amelyeknek a magyar kormány adókedvezményt ad, idehozza a termelést, de el is viszi a profitot, és nem tesz hozzá egyébként a magyar innovációhoz sem. Na ezen kellene változtatnunk, ezért beszélünk mi arról, hogy patrióta gazdaságpolitikát kell folytatni, ezért küzdöttünk annak idején egyébként nagyon sokat például Budapest-Belgrád vasútvonal ügyében, ami egy szimbolikus ügy, hiszen mi nem úgy gondoljuk, hogy Európának azt a jövőt kéne választani, vagy abba az irányba kéne tovább menni, hogy a távol keletről ide szállított tömegtermékek domináljanak le mindent, és sokkal inkább a helyi termelésre és a regionális együttműködésen alapuló gazdaságpolitikára és gazdasági szövetségekre van szükség. Szerintünk ez a gazdaság, vagy ez a patrióta gazdaságpolitika, nem pedig az, hogyha tényleg extrém módon, és egyébként nem ellenzéki gondolkodók, hanem mondhatjuk, hogy ideológiai szempontból a kormányhoz közel álló gazdaságpolitikai gondolkodók is kimondják azt, hogy extrém módon kiszolgáltatottá tesszük a gazdaságot, és gyakorlatilag az összeszerelő üzemeknek ágyazunk meg azokból a forrásokból, amik a valóban a magyar embereknek egyébként jelentős részben, többségében munkahelyet adó kis- és közép vállalkozások feltételeinek a javítását és az ő támogatásukat lehetővé tenni. Sok kérdést érintettél, igyekszem reagálni, illetve új szempontokat is behozni. Kezdem azzal, hogy az összeszerelő üzem kifejezés és minősítés az szerintem sértő sokak számára, akik naponta reggeltől estig ezekben az egyébként egyre magasabb hozzáadott értékű gyárakban teljesítenek és erősítik Magyarország gazdaságát is. Ami a stratégiai megállapodásokat illeti egyes nagy cégekkel. Ezek munkahelyeket teremtenek. Tehát amikor 12%-ról 4% alá sikerül csökkenteni a munkanélküliséget Magyarországon, és még a kettős válság, járvány, háború válsága ellenére is 4% alatt van, akkor az ezeknek is köszönhető. Az nem a semmiből jött. Sajnos a magyar gazdaság a kommunizmus öröksége, örökségének köszönhetően
még jó ideig nem volt azon a színvonalon, hogy például azokat a technológiákat, amelyek mondjuk az autógyártással függnek össze, azokat saját erejéből megoldja. Azt a törekvés azért azt hiszem te is látod, hogy ahol meg tudjuk oldani saját erőből, magyar cégekkel, ott oldjuk meg magyar cégekkel, de még ez nem az egész, az ipar egészére még nem jellemző, és a stratégiai megállapodások egyébként ebben segíthetnek. Ami az energetikai függőséget illeti. Talán úgy fogalmaztál, hogy nem sikerült megoldani, hogy olcsóbban állítsunk elő energiát, vagy nem sikerül majd. Ha kizárjuk az atomenergiát, akkor nehéz lesz. És ez egy fontos vitapont köztünk. Azt is mondanám, hogy állandó. Ha Paks 2 megépül, az garancia az olcsóbb áramra, és ilyen szempontból hosszú távú gazdasági versenyképességi kérdés. És szoktam hallgatni ezeket az állításokat, miszerint Magyarország nem tett semmit a függőség mérséklésére, azért mert Putyin pincsi, nagyjából így lehet összefoglalni az egészet. Hát egy fenét nem, már bocsánat, hogy így fogalmazzak. Azért rengeteg lépés történt 2010 óta, hogy a gázfüggőségünket kordában tartsuk, vagy mérsékeljük. Interkonnektorok épültek. Itt Romániában nagyon jól tudják, hogy például a magyar-román interkonnektor is megépült, sőt a kapacitása az bővült, aminek következtében, hogyha majd megszületnek a döntések a Fekete-tengeri gázkitermelésről, annak fokozásáról, akkor az Magyarország ellátását meg függetlenedését is segítheti. Szlovénia kivételével minden ország határainál van már ilyen interkonnektorunk. 2 volt, most 6 ilyen van. A tárolókat visszavásároltuk. Most először már nyugati céggel is van LNG hosszú távú megállapodásunk, a Shell-lel, Horvátországból érkezhet a Csepp folyós gáz. Emellé ugye épül Paks 2, ami az olcsóbb áram garanciája, és sorolhatnám még ezeket a beruházásokat. Ja, és hogy a megújulókat ne feledjem, azok a pártok, amelyek rendre hivatkoznak zöld szempontokra, megújulókra, mondjuk a napelemek terén semmilyen előrelépés nem értek el, amikor lehetőségük volt rá. Amikor ez a kormány megkezdte a munkáját, a napelemek részaránya 0,4% volt. Most ez 11-12% közötti, amivel már az áramtermelésben egyébként még a rendszerfejlesztési nehézségek ellenére is uniós élmezőnyben vagyunk. Azt szerintem azért komoly dolog, és lesz ez még jobb is. Tehát, hogyha az atomenergiára tudunk támaszkodni, hogyha a napenergiára még jobban tudunk támaszkodni, akkor az a versenyképességünket is javítani fogja. És akkor az első felvetésedre. Én megértem, hogy politikai vitának tűnik, meg ne terheljük ezzel a nyarat, de szerintem a versenyképességünket is meghatározza, meg a magyar politikai életet is meghatározza, hogy van-e olyan külső beavatkozási kísérlet, amely egyébként a gazdasági mozgástérre is hatással lehet. Ugye a két kérdés hogy ér össze? Debrecenben ugye nagy vita volt az akkumulátorgyártás ügyében, talán még tart is. Debrecenben legalább 10 olyan aktivista csoport van, amely elképesztő összegeket kapott külföldről, akik ebben a vitában rendkívül hangsúlyos szerepet játszottak. Köztük van olyan, amelyik 2017 óta 2 millió dollárt kapott. Az azért nem kevés összeg, az 1 milliárd forintot megközelítő összeg. És amikor erről beszélünk, nem tudjuk figyelmen kívül hagyni azt, hogy ezen összegek egy része olyan országból érkezik, ahol törvényben próbálják a saját technológiájukat a kínai technológia ellenében támogatni. Hosszú, tehát törvényben garantált módon. És én nem vitatom el egy országnak a jogát sem arra, hogy a saját iparát helyezze előtérbe, de lehet összefüggés a között, hogy ezek a pénzek érkeznek, és ugyanazt a politikai szándékot, amely ebben az országban törvényben rögzített módon jelen van, azt itt is próbálják érvényesíteni. Tehát ezekért a pénzekért, akár gazdasági területen, akár más kérdésekben kérhetnek valamit. Ezt a gondolatot szeretném itt hagyni, és szerintem lényeges, és nem tudjuk csupán a szokásos politikai parlamenti viták tárgykörébe száműzni az egészet, mert meghatároz mindent. Csak egy dologra egészíteném ki, hogy én is megszólok. Hogy, de nyugodtan reagálsz természetesen majd. Csak egy kérdést tennék föl, mert kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban, mi az LMP véleménye, hogy most a BMW gyárral kapcsolatban megszólalt az Európai Parlament alelnöke, és azt mondta, hogy inkább Románia, az lenne jobb, hogyha inkább Romániába telepíteni a BMW az autógyárat. Ugye van Magyarország és Románia között egyébként egy egész komoly rivalizálás ebben az ügyben, és a román sajtó sokszor irigykedve tekint ilyen szempontból Magyarországra, és felrója Romániának, hogy
hogy miért nem sikerül idehozni éppenséggel az autógyárakat, szóval, hogy ezt hogyan látod, hogyan látja az LMP? Mélységesen egyetértek államtitkár úrral is és szerkesztő úrral is, hogy kőkeményen és határozottan el kell utasítani a külföldi beavatkozási kísérleteket. És ne legyünk naívak, külföldi beavatkozási kísérletek voltak, vannak és lesznek is. Tehát alapvetően nyilván ezek egyrészt egyébként mondjuk a globális nagy cégek saját profit érdekeinek, vagy éppen bármely más államnak a saját politikai érdekeinek a képviseletért, kőkeményen küzdenek, nyilván nekünk az a feladatunk, hogy megvédjük magunkat, mint minden államnak az a feladat, hogy megvédje magát. Szerintem ilyen, amikor egy ilyen szakpolitikai vita kapcsán ez fölmerül, akkor azt kell megvizsgálni, hogy vannak olyan szereplők, akik, hogy úgy mondjam, nem következetesek ezekben a kérdésekben, és megpróbálnak mondjuk, vagy úgy érvelnek, ami mögött nincs koherencia, ami mögött nincsenek tények. És azért az szerintem nem vitathatja el államtitkár úr sem, hogy ezekben a kérdésekben, például az atomenergia ügyében, az LMP amióta a politikai tényező Magyarországon mindig következetes volt a természeti kincseink védelmében, és sőt egyébként még az autóipar által jelentett függőség tekintetében is rendkívüli mértékben következetesek voltunk, én azt gondolom. Nagyon fontos még volt egy olyan jelzése államtitkár úrnak, hogy munkahelyek kerülhetnek veszélybe. Tehát magyarul, amiről egyébként szokott más kormánypárti vagy kormányzati szereplő is beszélni, hogy azért kellenek az akkumulátorgyárak, hogy az autógyárak ne zárják be a kaput és ne menjenek el. Na ez önmagában szerintem aláhúzza azt az elképesztő kitettséget és függőséget, amit ez a gazdaság stratégia jelent. Tehát, hogy ilyen mértékben van magyar gazdaság, és én mondom magyar társadalom kitett helyzetben a külföldi autógyártók felé. És most gyakorlatilag ezt a függőséget akarja megduplázni a kormány, hogy ide hívja egyébként a keleti multikat, és hogy itt találkozzanak, itt egyébként maximalizálják a profit lehetőségeket, és extrém módon megnövelje ezt a fajta kitettséget. De egy valamit azért pontosítani kell. Itt nem arról van szó, mi se azt mondjuk, hogy ne legyenek Magyarországon akkumulátorgyárak, mi azt mondjuk, hogy van bőven elég. És itt nem mond, hogy milyen, nem pontosan fogalmaz a kormány, mondjuk így, amikor arról beszél, hogy azért kell ez az elképesztő mennyiségű akkumulátorgyár, mert az itt működő, vagy a Magyarországon működő gyártóknak erre szüksége van. Nem. Tehát jelenleg is bőven van annyi akkumulátorgyártó kapacitás Magyarországon, ami a jelenlegi autógyárakat, hogyha ez megvalósul ez az átállás, és valóban elektromos autó kibocsátására fognak átállni, akkor őket ellássa. Itt sokkal nagyobb mértékű fejlesztésekről van szó, és hozzáteszem azt is, hogy az is nem mindenhol, de azért a konkrétan ezekkel az ügyekkel foglalkozó fórumon elismeri kormányzati szereplők is, hogy bizony az ártalmatlanítást is a gyártó országban kell végrehajtani. Tehát nem a Magyarországon működő autógyártó kapacitások igényeinek kielégítése az a nagyságrend, amit a kormány akkumulátorgyártó kapacitásba akar létrehozni, és olyan elképesztő mértékű kockázatot vállal azzal, hogy Magyarországon kell majd ártalmatlanítani ezeket az akkumulátorokat, amik felbecsülhetetlenek. Hát, hogyha csak most megnézzük, ugye Magyarországon működik már Európa egyik legnagyobb kapacitású akkumulátor újrahasznosító telepe Bátony terenyén, hogy ennél a cégnél milyen botrányok sorozatát figyelhetjük meg, és máshol is láthatjuk, hogy rajta kapnak különböző gazdasági szereplőket, hogy az akkumulátor gyártáshoz használt veszélyes anyagokat jogsértő módon engedély nélkül törvénytelenül helyezik el. És tudjuk azt, hogy elképesztő a selejt arány ezekben az akkumulátorgyárakban, nagyon alacsony az újrahasznosítási arány, óriási környezeti kockázatokkal jár, és önmagában az a tevékenység elképesztő mértékben használja fel a természeti kincseinket. És levezethetően ez a magyar gazdaság kitettségét növeli, a bevételeket nagyjából, a profitot elviszik ezek a cégek, és ugye most a legújabb tendencia, amit láthatunk, hogy a korábban egyébként a bérek tekintetében a regionális leszakadásunk miatt elvándorolt több százezernyi magyar helyére, most távoli idegen vendégmunkások tömegét akarja hozni a kormány, hogy ők dolgozzanak ezekben a gyárokban. Na én azt gondolom, tisztelt államtitkár úr, hogy amik mellett mi érvelünk, és amilyen módon érvelünk, abban én azt gondolom, hogy koherens módon kiérezhető, hogy a magyar nemzeti érdekek mellett, a magyar patrióta gazdaságpolitika kialakítása mellett, a természeti kincseink megvédése mellett érvelünk,
és mindig mellé tesszük azokat a gazdasági javaslatokat, amelyek meggyőződésünk szerint olyan módon tudnák erősíteni a magyar gazdaságot, hogy az válságálló legyen, és kiszámítható legyen, és megadja a lehetőséget egyébként az elvándorolt magyaroknak a visszatérésre, és a Magyarországon élő magyaroknak arra, hogy megtervezhessék a jövőjüket, hiszen a legfontosabb célunk, és azt gondolom ebben egyetértünk, a szülőföldön való maradás, megmaradás feltételeinek a biztosítása. Szeretnék erre röviden, hogy... Jó, egy rövid reagálás, és utána aztán egy másik témát, meg még van néhány téma, amiről mindenképp beszél. Amit képviselő úr a vendégmunkásokról, illetve a kormány szándékairól mond, az nem állja ki a valóság próbáját. A kormány elsősorban hazai munkaerőre akar hagyatkozni. A miniszterelnök a gazdasági tanács ülésén ezt egyértelművé tette, még akkor is, hogyha mondjuk Szabó Tíme pár nappal később pont az ellenkezőjét állította. Tehát, hogyha van magyar munkaerő, akkor magyar munkaerőre kell hagyatkozni. Pont azért született egy törvény pár nappal ezelőtt a parlamentben, hogy ne keveredjen össze a demográfia, a népesedés kérdése, a vendégmunkások kérdésével, mint ahogy teljesen összekeveredett Európában, annak minden szociális, társadalmi, biztonsági következményével. Az új törvény értelmében is, aki ide érkezik, bizonyos ideig dolgozhat itt, majd utána haza kell mennie. Így van a kettő szétválasztva. Környezetvédelem ügyében valójában nincs vitánk, hogyha bármilyen szabályszegés történik, akkor súlyos bírságot fizessenek ezek a gyártók. Ami az akkumulátorgyárak számát illeti. Ki mondja meg, hogy mennyi az elég? Tehát ezt hallom, ezt az érvet, mi szerint most már elég. De hát könyörgöm, van egy nagy verseny. Lengyelország beszállt, Franciaország beszállt. Az Egyesült Államokban rengeteg ilyen gyárat építenek, mert ők is tudják, hogy... ahol lesznek ilyen gyárok, ott lesz autógyártás. Mindenki beszáll. A Románia beszeretne szállni, ezek a nyilatkozatok is ezt támasztják alá. Erre Magyarország meg azt mondja, hogy most már elég. Hát melyik lesz az a befektető, akár ezen a területen, vagy akár más területen, amelyik ezek után azt mondja, hogy ja, akkor ide jövök. Tehát én óvatosan bánnék ezzel az érvel, hogy mi elég és mi nem. Nem tudom, hogy látták-e a résztvevők a Deutsche Welle pár nappal ezelőtti interjúját. Az akkumulátorgyárakról, nem Magyarországon, hanem Franciaországban. Nagyon-nagyon tanulságos. Mert ugyanazok a médiumok, amelyek minket rendre elővesznek bizonyos beruházások ügyében, azok teljesen más hangnemben, tónusban, tartalommal beszélnek ugyanerről a kérdésről. Büszkeségként mondják, hogy az új franciaországi akkumulátorgyárak évi 500 ezer akkumulátort tudnak majd gyártani. Miért? Mert Franciaország tele van jól képzett szakemberekkel, mérnökökkel. Tehát ők az akkumulátorgyárak telepítését a jól képzett munkaerővel hozzák összefüggésbe, nem azzal, ahogyan az ellenzék gyakran lesajnálja a magyar munkaerőt. Azt is mondják, hogy a külföldi beruházásoknak még náluk is, Franciaországban is nagyon nagy szerepe van, mert 58 ezer új munkahelyet létrehozott Franciaországban, halkan hozzáteszem, hogy nálunk több munkahelyet hozott létre. Ők is érvként használják ebben a bejátszásban, hogy 2035-től csak elektromos autókat lehet majd forgalomba hozni, és még egy dolgot hozzátesznek, hogy vagy Franciaországnak van egy nagy-nagy versenyelőnye, mégpedig a nukleáris energia. Azzal tudják majd azt az energetikai versenyképességet megtartani, mondjuk Németországgal szemben, ami nekik hosszú távon is hasznos lesz. És az egész riportban az a megdöbbentő, hogy ugyanazokat az érveket használják, amelyeket egyébként mi mondunk a hazai beruházásokkal kapcsolatban, miközben minket ugyanezek a szereplők elővesznek politikai szinten, a médiában, mindenhol, és ezért valójában miről van szó? Egy óriási intenzív versenyről, arról, hogy hol lesznek a jövő iparágai. Mi ebbe a versenybe szeretnénk benevezni, és egyáltalán nem mindegy, hogy a többi politikai szereplő Magyarországon milyen álláspontot foglal. Tényleg egy rövid reagálás. Nagyon-nagyon fontosnak tartanám államtitkár úr, hogy térjen át államtitkár úr a tartalmi érvelésre. Tehát különböző külföldi politikai szereplők megnyilvánulásairól hallhatunk. Különböző külföldi média munkások által írt cikkekről vagy készített videókról hallhatunk, de én nagyon sok konkrétumot vetettem föl, nagyon jó lenne ezekre reagálna államtitkár úr. Konkrétan. És akkor mondok még egy példát. Kaderják Péter, aki nem vádolható ellenzéki elköteleződéssel, a Fidesz egyik alapító tagja, szakember egyébként az energetika és a környezetvédelem terén is, ő a Magyar Akkumulátor Szövetség vezetője. Tehát gyakorlatilag az ágazati szereplők, gazdasági szereplők lobbiának a vezetője. Na, ő nyilatkozta azt, hogy ha Magyarországon szennyezések, megbetegedő munkások, botrányok, tűzesetek, robbanások fémjelzik ennek az iparágnak a terjedését,
akkor soha nem fogja a társadalom elfogadni. És a kormány felelőssége, hogy olyan jogszabályi környezetet hozzon létre, olyan szabályozásokat hozzon létre, hogy ez ne történhessen meg. Ezt Kaderják Péter mondta, nem egy magyar ellenzéki szereplő. És a másik oldalról viszont államtitkár úr, tényszerűen látható, hogy mi folyik Magyarországon a már meglévő üzemek közül. Hát amit említettem a Bátonyterenyei üzemben, ott legutóbb 36 millió forintos bírságot állapítottak meg azután, hogy a hatóság emberei is rosszul lettek, amikor a gyárba mentek ellenőrzésre, és megállapították, hogy a harmadik hasonló vizsgálat után a helyzet folyamatosan romlik, és most a legrosszabb a környezeti, egészségügyi feltételek tekintetében is. 36 millió forint bírságot szabtak ki erre a cégre, miközben a kormány 2,5 milliárdos támogatást adott ennek a Sang Il nevű koreai cégnek. Ennél a cégnél tavaly augusztusban volt egy technológiai robbanás a Bátonyterenyei üzemben. És elindult a büntető eljárás. Majd idén március 14-én a Sziget-Szent Miklós üzemben is volt egy technológiai robbanás, aminek sajnos tragikus következményei lettek. Miért nem hozza meg a kormány azokat az intézkedéseket a már meglévő gyárakra vonatkozóan, amivel valóban ki lehet kényszeríteni, hogy ilyen esetek ne történjenek meg. Mi bevittük a parlament elé, államtitkár úr, a javaslatainkat, hogy ne nevetséges, alacsony bírságokkal kelljen a cégeket sújtani, hanem összemérhető legyen a profittal, vagy adott esetben, hogyha láthatóan semmibe veszi a cég a magyarországi jogszabályokat, akkor vonják meg azt a korábban, kérjék vissza a korábbi állami támogatást, és ha ez sem elég, akkor zárják be az üzemet. Kényszerítsék rá ezeket a cégeket a szabály követése. Ezt nem teszik meg, és elutasítják azokat a javaslatokat is, amiket mi javasoltuk. És másik példa, a Magyar Mérnöki Kamara mondta ki azt, hogy káosz van Magyarországon az akkumulátorgyárak engedélyezése tekintetében, és a Gödi gyárat, Gödi Samsung gyárat hozza példaként, és ott elmondja, hogy a jogszabályokból levezethetően a legszigorúbb környezetvédelmi, előzetes környezetvédelmi vizsgálatokat kellett volna lefolytatni, de a kormányhivatal felmentést adott ezek a vizsgálatok alól, mondva, hogy nem lesz jelentős környezeti hatás. Hát épp a napokban derült ki egyébként, milyen anyagok jutottak ki mégiscsak bizonyos vízfolyásokba. Tehát én azt látom, és azt láthatjuk mindannyian, hogy ha a tényeket nézzük, nem a propaganda eszközeivel élünk, akkor nagyon nagy baj van a már a meglévő gyárak esetében is. És Paks, atomenergia. Azt a vitát szerintem ne nyissuk ki, hogy az atomenergia elvi megítélése az milyen, mert szerintem ebben soha nem fogunk egyetérteni. De tisztelt államtitkár, én nagyon szívesen benne vagyok abban is, de tisztelt biztos, államtitkár úr, kicsit kifeszíteni ennek a beszélgetésnek a kereteit. De elindult a Paks 2 projekt. Ugye amellett természetesen mindig elmondtuk az aggályainkat, de nyomon követik ennek a projektnek a végrehajtását. Ugye annak idején még egy minisztert is kineveztek Süli János személyében. Én magam folyamatosan ott voltam azokon a bizottsági üléseken, ahol kérdéseket lehetett feltenni. De ezen túl menően elmentem Süli Jánoshoz, Paksra, ott is kérdéseket tettem fel. Gyűjtöttem folyamatosan az információkat, hogy ne a propaganda eszközevel kelljen élni, hanem a tényekről tudjunk vitázni. Amikor egyébként már, nem is tudom, sok éves késésben volt egyáltalán az engedélyezés eljárás elindítása, akkor Süli miniszter úr a kérdésemre egy bizottságülés, amikor megkérdeztem, hogy mikor adják be a dokumentációt, az engedélyezési dokumentációt, úgy válaszolt egy nyílt bizottságülésen, hogy fogalma sincs. És amikor kérdeztem a késlekedésről, akkor azt mondta, hogy az oroszok most tanulják a hazai műszaki környezetet. Ezt mondta a felelős miniszter. És most, tisztelt államtitkár úr, látható, és jártam az Országos Atomenergia Hivatalnál is, látható, hogy a mai napig nem adták ki az engedélynek a legfontosabb elemét. Ugye kiadták a létesítési engedélyt, de azt a bizonyos biztonsági jegyzőkönyvet, amik a legfontosabb elemek megvalósítását engedélyezni, azt még nem adták ki. Tehát, hogyha ez a helyzet most, már pedig ez a helyzet Paks 2 kapcsán, ezek nem politikai állítások, ezek tények, akkor mutassa be nekem államtitkár úr az akkumulátor stratégia másik oldalaként, hogy miből kívánják az 2030-ra 55%-kal az önök tervei szerint megnövelt villamos energiaigényt kielégíteni. És itt én nagyon kérem államtitkár urat, hogy tényekre próbáljunk alapozni, és tényszerre mutassa be azt az energiamixet, amit ismerve a Paks 2 projekt állását, ami az energia, abból az energiamixből levezethető, hogy a jelenlegihez képest 55%-kal megnövelhető Magyarország villamos energia felhasználása. Nagyon röviden fogok, mert ezt szerkesztő úr jelezte, hogy más téma is van. Környezetvédelmi ügyben nincs vita köztünk valójában, tehát hogyha valaki megszegi a szabályokat, kemény, még keményebb bírságok kellenek. Azt azért felvetem, hogyha vannak
szabályszegések, akkor azt az ellenzéki pártok ne arra használják, hogy minden ilyen érkező beruházást megpróbálnak elkaszálni. Paks ügyében nem fogunk egyetérteni. Az, amit képviselő úr felhozott, az annak bizonyítéka, hogy a hatóságok, a különböző hatóságok végzik az alapos munkájukat. Az, hogy mi adjunk választ arra pedig, hogy hogyan nézzen ki az energiamix, a magyar kormány világos választ adott arra, hogy elsősorban részben gázra, az egy adottság, részben atomenergiára és egyre növekvő mértékben napenergiára kellene alapozni. Nem nekünk van bizonyítási terhünk, hanem az ellenzéknek, amikor azt mondja, hogy Paks ne legyen, akkor az honnan pótolná ugyanezen az árszínvonalon? Ennyit szeretnék mondani. Jó, akkor lépjünk tovább egyel. Háború. A román fősodrú sajtó, a román sajtó nagy része, de a román politikum nagy része is rendkívül röviden intézi el a magyar kormány háborúval kapcsolatos álláspontját, orosz pártinak minősíti. Vázoljuk egy picit, hogy a magyar kormány álláspontja milyen a háborúval kapcsolatban, és természetesen, hogy az ellenzéknek, illetve az LMP-nek milyen az ehhez fűződő viszonya. Nekem különös helyzetem, vagy különös helyzetben vagyok, beszélgetünk is néhány szót róla. Én ugye pécsi vagyok, és a délszláv válság idején, amikor nagyon súlyos harcok folytak, és borzalmas következményekkel járó harcok folytak, akkor mi ott Pécsről, én 10 éves voltam, sajnos hallottuk az ágyudörgést. Sőt, a meccsekről lehetett látni éjszaka a torkolattüzeket. Tehát borzalmas emlékeink vannak nekünk a háborúról, úgyhogy higgyék el nekem, hogy én rendkívül mértékben békepárti vagyok, és mélységesen egyetértek mindenkivel, aki arról beszél, hogy mindent meg kell tennünk a béke érdekében, és a béke a legfontosabb. A másik oldalról valójában mi a béke? Egy idézetet, nem szó szerint, de egy fontos idézetet szeretnék mondani önöknek, miniszterelnök úrtól, aki arról beszél, hogy Magyarország elemi érdeke egy szuverén, önrendelkezésre képes Ukrajna megléte. Ezt mondta miniszterelnök úr. És én azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű és objektív érdeke Magyarországnak, hogy Oroszország és Magyarország között legyen valóban egy szuverén, önrendelkezésre képes Ukrajna. Tehát létezzen Ukrajna. És nyilván, hogyha az a helyzet áll elő, hogy az orosz csapatok mondjuk így képletesen bekopogtatnak a magyar határon, akkor nem beszélhetünk szuverén Ukrajnáról. És ismétlem Orbán Viktor miniszterelnök szavait idéztem, és ezzel egyébként egyetértek, hogy elemi érdekünk, hogy Ukrajna meg tudja őrizni a szuverenitását. És ugye itt is vannak különböző sajtótermékeken futtatott vélemények, ráerőszakolt vélemények, illetve kormányzati propagandisztikus vélemények sokszor, de most én nagyon örülök egyébként, hogy most sokkal kevésbé hangvétellel beszélgetünk. A másik oldalról pedig vannak szavazások, döntések, szankciók. Ha jól emlékszem, június utolsó napján fogadta el a tanács a 11. szankciós csomagot. Minden korábbi szankciós csomagot támogatott Orbán Viktor, és ebből a szankciós csomagból is, vagy ezt a szankciós csomagot is támogatta a magyar kormány gyakorlatilag, és még olyan elemből is visszalépett, ugye az OTP-nek a tiltó listáról való levételéről, amit korábban Szijjártó miniszter úr feltételként támasztott. Tehát mi egyébként nagyon sokszor kritizáltuk a magyar parlament ülése során is a szankciókat, azokat a szankciókat egyébként, amik mondjuk a magyar embereket olyan lehetetlen helyzetbe állítják mondjuk az energia ellátás tekintetében, ami nem történhet meg. Gondolok itt például egyébként, ez egy nagyon fontos példa, hogy például a fűtőelem szállítása a meglévő orosz típusú atomerőművekhez. Mindig elmondtuk, hogy föl sem merülhet, hogy korlátozzák a jelenleg működő paksi blokkok üzemanyag ellátását. Mi nagyon következetesek voltunk abban is, hogy az orosz fosszilis energiát ne cseréljük már le amerikai fosszilis energiára, mert eleve egy zöld átállásra lenne szükség. Ebbe is határozottak voltunk. De ismétlem, magyar kormány minden szankciót támogatott, és még egy fontos gondolat, ugye erről nem beszél érdekes módon a kormány, de elérhető az a dokumentum, amit az Európai Tanács, vagy a tanács elfogadott, amit támogatott Orbán Viktor miniszterelnök úr, és ebben olyan nyilatkozatok vannak, ez egyhangúan ment el ez a döntés, ebben olyan nyilatkozatok vannak, hogy elismerik a
a tanács nevében a kormányfők, államfők a szuverén Ukrajna jogait, területi integritását, az eredeti, tehát a 2014-es határok előtt, és támogatják Ukrajna katonai igényeinek a kielégítését. Na ezt a nyilatkozatot támogatta Orbán Viktor a tanácsülésen, az egyhangú döntéssel ment át. Tehát én azt gondolom, hogy itt van egy igen jelentős ellentmondás, ami a kormányzati propagandában megjelenik. Abban is ellentmondás van, ami ellenzéki szereplőkre vonatkoztatja, hogy mit gondolnak az ellenzéki szereplők a szankciókról, amellett, hogy nem az ellenzéki szereplők szavazták meg. Mi kőkemény kritikákkal illettünk nagyon sok szankciót, kifejezetten azért, mert nem sérthetik ezek a szankciók a magyar nemzeti érdekeket. És még egy dolgot szeretnék Ukrajna kapcsán elmondani, és ezt is vissza tud emlékezni államtitkár úr, amikor mi felszólaltunk az ott esetben Ungár Péter vagy én, jó pár évvel ezelőtt a magyar parlamentben, amikor elfogadták először az oktatási törvényt, és ugye a nyelvtörvény is napirendre került, amivel súlyosan sértették a kárpátaljai magyarok anyanyelv használatához való jogát. Mi mindig hangosan és közleményben támogattuk a magyar kormánynak azokat a szankcióit, vagy azokat az erős politikai lépéseit, amivel kiállt a kárpátaljai magyarság érdekében. Ugye különböző NATO-val kapcsolatos csatlakozás, meg NATO-val kapcsolatos eseményeket blokkolt a kormány. Ugye alapvetően nyilván nem a magyar kormány döntött el, hanem végül a német kormány, tehát alapvetően a magyar kormány nem volt döntési helyzetben, de mi mindig kiálltunk amellett, hogy amikor semmibe veszik a külhoni magyarok, ugye a kárpátaljai magyaroknak az alapvető jogai, egy olyan ország ráadásul, amely partnerként, ugye a keleti partnerség révén törekszik arra, hogy az unió felé mozduljon, hogy alapvető európai normákat sértve bánik a kisebbségekkel és a határon túli magyarokkal, hogy a legkeményebb eszközökkel kell ezt megvalósítani. És ebbe egyébként, hogy egy pozitívumot említsek, sikerült egyébként együttműködve Magyar Anna fideszes képviselő, meg a régió bizottsága tagjaként egy nagyon fontos követelményt megfogalmazni annak idején, amikor a régió bizottsága tagjában voltam, egy nagyon komoly, kemény felszólítást Ukrajnának, ami végül bekerült a keleti partnerség csúcs találkozónak az áronyilatkozatába. Tehát mi nagyon határozottan és kőkeményen úgy érzem kiálltunk azért, hogy ezek a gyalázatos lépések, hogy ezeken a gyalázatos lépések ellen közösen fel tudjunk lépni. Háború és béke kérdésében a kormány, illetve a kormánypártok álláspontjára kíváncsi, javaslok kettő parlamenti határozatot, az teljesen világos, amely világosan kimondja, hogy elítéli Oroszország katonai beavatkozását, és elismeri Ukrajna jogát arra, hogy a területi épségét védje. Tehát függetlenül attól a már-már szokásszerű minősítgetésektől, amelyek elmúlt egy évben elhangoztak, a tény ez. Ez a hivatalos álláspont. Az, hogy egyébként a nyilvánosságban kinek mi a véleménye, az egy másik kérdés. Sajtószabadság van, mindenki azt ír, amit akar, de a kormány álláspontja az ez. Ahol vitapont van köztünk, hogy ebből mi következik. Következik-e például fegyverküldés? Mert hogyha megnézem, hogy mi a mainstream politika ma az uniós intézményekben, akkor fegyverküldés, fegyverküldés, fegyverküldés. És arra vádra, miszerint Magyarország elszigetelt, vagy egyedül van az álláspontjával ebben az ügyben, bármilyen okból, arra mindenki nyugodtan mondja el magyarként, hogy nem mi vagyunk egyedül az álláspontunkkal valójában, hanem ezek a brüsszeli intézmények nem képviselik a választóik véleményét. Nem tudom, hogy mennyire tudják, de a század vég az évente végez minden tagországban mérést meghatározó ügyekben. A kormány megbízásából egyébként. Nagyon-nagyon tanulságos. A legutóbbiban a háború és a béke kérdése is szerepet kapott. Elhoztam a térképet azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak az egyes országokban arról, hogy igaz-e az, hogy ha az EU betiltja az orosz olaj és gáz behozatalát, annak több kára lesz, mint haszna. Kicsi a térkép, de a sötéttel szedett országokban az állampolgárok több mint fele egyetért azzal, hogy több kára van, mint haszna, ha betiltják ezt a behozatalt. Most ehhez képest a mainstream politika az, hogy teljesen meg kell szüntetni a behozatalt. Az egy másik kérdés, hogy meddig jutottak el. Ugye az olaj ügyében nagyon sokáig eljutottak, mi mentességet harcoltunk ki. A gáz ügyében is megindultak, de többek között a magyar ellenkezésnek köszönhetően egyébként ezt nem tudták végigvinni. A nukleáris is felmerült. Annak örülök, hogyha az LMP ezt az álláspontot képviselte, de a hivatalos javaslat
a mainstream javaslat az az volt, hogy mind a jövőbeni beruházásokra, mind a meglévő fűtőelem szállításokra vonatkozzanak a szankciók. Az ki csinálta volna a jelenlegi energiaellátását Magyarországnak? Nem majd a jövőben, hanem már most, hogyha a paksi blokkok működése az ellehetetlenült volna. Tehát nem mi vagyunk egyedül a szankciós ellenkezésünkkel, hanem a brüsszeli intézmények kanyarodtak el az állampolgárok akaratától. És a probléma most ezekben a hetekben az az, hogy ha valaki bogarásza ezeket az állásfoglalásokat, és mondjuk Google keresőben beleírná az, hogy béketárgyalás, ez nem fog kidobni semmit. A fegyverküldésnek a módjain mennek a viták. Több mint 30, megközelítőleg 40 ország döntött eddig úgy, hogy fegyvereket küld Ukrajnának. 10-valamennyi tankokat, legalább 3 már vadászgépeket is küldött. Ez rendkívül súlyos. És a problémánk az, hogy ennek az országnak van arról tapasztalata, hogy milyen az, amikor a történelem ránk rontja az ajtót, és a nagyhatalmak a fejünk fölött hemperegnek, hogy úgy fogalmazza. Abból mi sosem jöttünk ki jól. Abból mindig emberáldozat lett, gazdasági károk lettek, meg lett olyan politikai berendezkedés, ami évtizedeken keresztül gúzsba kötötte egész Magyarországot. És ehhez képest most azon megy a vita, hogy plusz 20 milliárd eurót, ami nem áll rendelkezésre, az hogyan lehetne 4 év alatt úgy fegyverküldésre költeni, hogy nem is Ukrajna kapná meg, hanem az uniós országok kapnák meg, hogy azt Ukrajnába történő fegyverküldésre használják. Úgyhogy erre nincsen fedezet, hanem erre dobják össze, legyenek szívesek a tagországok a pénzt, a béremelések mellé, meg a rosszul kalkulált kamat kiadások mellé. Tehát nem elég, hogy nem kaptuk meg a nekünk járó forrásokat, hogy fegyvervásárlásra akarnak tőlünk több pénzt kérni. Tehát sajnos a vitának a fókuszpontja az nagyon nem a béketárgyalás, hanem a fegyverküldés, és ez szerintünk nincsen jó. Bocsánat, csak egy nagyon rövid kérdéseim lennének államtitkár úrhoz. Ugye próbálkozunk különböző parlamenti műfajokban, nem igazán kaptunk eddig választ. Azt jelzem államtitkár úrnak, hogyha kell konkrétan a politikai támogatása a fegyverküldések elleni kiállásban, az ellenpére számíthat. Tehát mi mindig támogatni fogjuk azt, hogy ne szállítsunk fegyvereket. Már ma számítunk rá. De kérdésem az államtitkár úr, hogy miért szavazta meg miniszterelnök úr a tanácsnak azt az állásfoglalását, amiben szerepelt, hogy Ukrajna katonai igényeinek kielégítése az fontos. Meg fogom nézni, az ilyen közös állásfoglalások általában jogilag nem erős kötőerejűek, viszont amikor konkrét szankciós szöveg van, akkor a részletek már számítanak. Tehát egy biztos, az az álláspont a kormány részéről nem változott, hogy innen mi fegyvert nem akarunk küldeni. Ahol egyébként a kutya el lehet ásva az az, hogy azt az unió szuverén döntésére bízzuk, hogy ő dönte úgy, hogy küld-e fegyvereket, még akkor is, hogyha nekünk erről megvan a véleményünk. Tehát egy kérdés az, hogy az uniós közös döntés az mi, egy másik, hogy Magyarország dönte úgy, hogy ő maga küld-e közvetlenül fegyvereket, már pedig nem fog fegyvereket küldeni, tehát a különbség az valahol itt keresendő, de majd a szöveget azt megnézem. Igen, de államtitkár, abban is tudunk segíteni egyébként, hogy ez szükséges, akkor mi beterjesztünk egy parlamenti nyilatkozatot, hogy felkérjük miniszterelnök urat, hogy ne írjon alá ilyen európai dokumentumokat, amiben ez szerepel a fegyverküldés. És még egy kérdésre lenne, hogy a 11. szankciós csomagot is támogatta Magyarország, és ugye egy vitában láttam, nem olyan rég egy vitát egyébként, sok dolgokban egyetértettem Szijjártó miniszter úrral az Európai Parlamentből, ahol ő elmondta azt, hogy nem igaz, amit sokan állítanak, mert Magyarország minden szankciós csomagot megszavazott. Ezt sem értem, hogy ha ekkora károkat okoznak, már pedig látjuk, hogy nagyon sok tekintetben okoznak károkat, és más szempontból viszont egyébként kritizálhatóak még a szankciók. Miért szavazott meg eddig 11-ből 11-et a magyar kormány? Ugye rengetegféle szankció van, vannak technikai szankciók. Ezek gazdasági értelemben nem károsak, vagy nem úgy károsak. Tehát az, hogy bizonyos emberek nem utazhatnak ide vagy oda, az egy technikai kérdés. És nagyon sok ilyen szankciós csomagban ilyen van. Ezeket külön választanám attól, amikor olyan szankciót próbálnak javasolni, ami vagy elfogadni, ami Magyarországnak károkat okoz, sőt egyébként egész Európának. És amikor ilyenről volt szó, akkor mi mindig mentességet harcoltunk ki, vagy mint a gázszankciók esetében, szerencsére el sem jutott odáig a tárgyalás, hogy egyáltalán el lehessen fogadni, mert tudták, hogy Magyarországon kívül még más is ellenkezne. Tehát ez jól hangzik, hogy Magyarország megszavazta, csak éppen nem állja meg a helyét, mert egyetlen egy olyat sem támogattunk, ami gazdaságilag gúzsba kötné ezt az országot, és a következmények azok már teljesen egyértelműek, tehát hogyha megnézzük, hogy hogyan alakul a gazdasági növekedése az egyes régióknak, akkor 0% körüli az európai, 5% körüli a kínai, és 1,5% körüli
az Egyesült Államok növekedése, tehát ez, ennek a háborúnak az árát az energiaszankciókon keresztül Európa fizette meg, és ebben semmiféle változás nincsen a kormány politikájában. Bocsánat, szerkesztő úr, vissza kell kérdeznem, államtitkár úr, magyar kormánynak, Magyarországnak vétójoga van. Minden szankció tekintetében. Csak olyan szankciót fogadtak el eddig 11 csomagot, amit a magyar kormány támogatott. Tehát, hogy csak így tisztázzuk, hogy jól érzékelem, hogy az a probléma most a magyar kormány túlságosan EU-barát ebben a ukrán-orosz konfliktusban. Én azt gondolom, hogy az mindenképpen egy káros dolog, hogyha valamit mond, mondjuk a magyar közvéleményben mond át a kormány, és amikor szavazni kell, akkor pedig B-t szavaz. Egy tényszerűen megállapított, hogy vétójoga van a kormánynak minden szankcióra, nem szavaz más. Tehát mi az LNP Magyarország Zöld Pártja nem szavaz, egyébként európai parlamenti képviselőnk sincs sajnos, nem szavaz Brüsszelben szankciókról, a Magyarország képviseletében miniszterelnök úr szavaz, és eddig csak olyan szankciók mentek át, amelyeket ő támogatott, és ezeknek a hatásait akkor ilyen módon, tehát mondjuk úgy, hogy önkritikával fűszerezve kellene értékelni. Azzal együtt ismétlem, hogy nagyon sok szankció tekintetében, és úgy általában az uniós döntéshozatal és az uniós döntések hatékonysága tekintetében egyetértjük a kritikákkal, csak nem értjük ezt a rendkívül súlyos ellentmondást, ami itt feszül, hogy eddig valóban valamennyi szankciót megszavazta a miniszterelnök. Most a jogi részében nem megyek bele, hogy nem csak a kormányfők tanácsülésén döntenek erről, hanem más tanácsüléseken is, ahol nem a miniszterelnök, ebben most nem megyek bele, mert nem ez a lényeg. Olyan szankciókat nem támogattunk, ránk nem vonatkozik, ami minket gúzsba kötne, káros lenne. Ez tény. És egy felvetésem lenne, csak utána mehetünk más témákra, hogy azt azért egy ponton el kellene dönteni, hogy akkor most Putyin pincsi, vagy minden egyes szankciót megszavazott, és teljesen belesimul az uniós politikába. Most ez érdekes játék lenne, csak az ellentmondásra hívom fel a figyelmet. Egy biztos, olyan dolgokat nem fogunk támogatni, ami a mi mozgásterünket szűkíti. És jó lenne addig a pontig is elérni, hogy mondjuk európai az uniós döntéshozók is eljutnak arra a szintre, amikor az európai szuverenitást képesek szem előtt tartani, mert valahogy az elmúlt egy év nem erről szólt, az elmúlt egy év sem. Tehát én, hogyha lenne egy nagy kérdés, amit feltennék, nem a magyar politikával kapcsolatban, az az, hogy miért a magyar kormány volt az egyetlen, amelyik cipővel verte az asztalt, hogy ez így nem lesz jó. Hogy ami most zajlik, az kicsinálja nem az európai ipart, hanem a német ipart. A német gazdaság recesszióban van. Olyan gyártók, mint a BASF, a Siemens, a Volkswagen, mert megtehetik, áthelyezik a termelő kapacitásaikat máshová. Németországban, az Egyesült Államokban, vagy éppen Kínában. A reálbér csökkenés van. Tehát én nem véletlenül mondjuk azt, hogy ez az irány nem jó, mert nem csak Magyarországnak nem jó, hanem Európának sem jó. És a fő probléma az az, hogy egyetlen egy hang nincsen, talán Macron elnök úr kivételével, amelyik az európai szuverenitást is nézze. Tehát miközben minket vádolnak Európa ellenességgel, ez a kormány az, amelyik ebben a vitában az összeurópai érdeket is képes nézni. Tehát az, hogy hol veszett el az európai szuverenitás gazdasági értelemben, az szerintem intellektuális értelemben a következő évek egyik legfontosabb témája, illetve az, hogy hogyan lehetne ezt visszaszerezni. Bocsánat, államtitkár úr, tehát szerintem cipővel verni az asztalt, az kevésbé hatékony, mint mondjuk élni a vétójoggal szankció tekintetében. És ezt nem tette meg miniszterelnök úr. Megtette a kötelező elosztási kvóták ügyében. Nagyon helyesen hozzáteszem. Tehát a kötelező elosztási kvóták ügyét le kellett venni napirendről, mert egyértelművé vált a minisztereknek, ugye belügyminisztereknek a tanácsán, hogy Magyarország nem fogja támogatni a kötelező elosztási kvótát, ezért nem is vették ezen a tanácsülésen napirendre a kérdést, azért, mert Magyarország vétózott. A 11. szankciós csomag csont nélkül átment, azzal együtt, hogy Szijjártó miniszter úr bejelentette, hogy nem fognak engedni az OTP tiltó listáról való levételről, mégis engedtek, és hozzáteszem, egy görög cég esetében pedig görögöknek sikerült kivenni a saját cégüket a tiltó listáról. De bocsánat, nem erről beszélünk. Arról beszélünk, hogy a kormány a szankciók elutasítására építi a politikáját, miközben az összeset megszavazta. Ez itt a kérdés. Az LMP nincs abban a helyzetben, hogy szankciókról szavazzon, és amikor a szankciókat kritizálunk kellett, azt mindig meg is tettük. Sajnos a kvóta ügyében rosszabb a helyzet, mert ott van egy jogi döntés, az első szakaszon túl vagyunk, nem a kormányfők tanácsülésén született ez a döntés, hanem a belügyi tanácson. És rendkívül sokat mond a döntéshozatalról, hogy egy olyan ügyben, ahol egyedül nálunk volt népszavazás 98%-os eredménnyel, kihasználva a háború miatti máshova irányuló figyelmet, egyetlen nap alatt
keresztül verték ezt a javaslatot, úgyhogy nem csak a kvóta van benne, hanem a fejenkénti 8 milliós büntetés, illetve a menekült táborok létrehozásának kötelezettsége úgy, hogy ránk esne a kapacitások 28%-a. Ezt egyetlen nap alatt keresztül verték. Úgyhogy sehol nem kérdezték meg arról az állampolgárokat, hogy mit gondolnak erről, kivéve Magyarországon. Tehát az, hogy egyébként, hogy másik fajsúlyos dilemma kérdés mondjak a következő évekre, hogy ellen tudunk-e állni annak jogi értelemben is, hogy az ilyen típusú ellenkezéseket, mint ami Magyarország részéről megvan, azokat minősített többséggel zárójelbe tegyék. Itt a kvótás döntésnél ez történt. Nem egyhangúságra törekedtek, Lengyelország, Magyarország ellenkezett, és azt mondták, hogy ez nem számít. És hogyha jól megfigyeli képviselő úr, akkor a külügyek ügyében is van egy olyan törekvés, hogy minősített többséggel lehessen döntést hozni, nem pedig egyhangúsággal, mint ami most jellemző. Ez egyértelmű megerőszakolása az uniós jognak, tehát technikai értelemben az is nagyon nagy vitánk lesz a következő hónapokban, években, hogy hogyan próbálják elvenni a jogköröket a tagországoktól, nem csak külpolitikai kérdésekben, nem csak migrációs kérdésekben, hanem például adózási kérdésekben is, például a globális minimumadó ügye, hogy mekkora legyen a társasági adó Magyarországon, az már erről szólt. Mi nem akartuk emelni, ebben más álláspontot képviselünk, ti 25%-ot akartok, ami azért jócskán nagyobb, mint a jelenlegi, a társasági adó szintre, tehát csak azért mondom ezt, mert nem ez az egyetlen vitapont, és az, hogy hol születnek a döntések, nem véletlenül volt az első pontja az ötös gyűjtésemnek arról, hogy mire is kell alapoznunk a politikát. Mindenképpen ugorni kéne most már egyet. A háború, picit összekötve a háborúval a következő témát, a határon túli magyarok támogatásának kérdése. Mennyiben nehezíti meg a határon túli magyarok jogvédelmét a jelenlegi háborús helyzet? Ugye egy olyan háború kellős közepén vagyunk, amely úgy indult, hogy Oroszország részben arra is hivatkozott, hogy megvédi az Ukrajnában élő oroszok védelmét, illetve az őket ért atrocitások miatt támadott. Ilyen kontextusban mennyire vált nehezebbé ez az ügy? Csak még egy nagyon gyors reakció, társasági adó szintje. Államtitkár úr, Csehországban, jól tudom, 19% a társasági adó, lényegesen magasabbak a bérek, mégis elképesztő mértékben nagyobb a hozzáadott értéke az ottani oda áramló gazdasági beruházásoknak, és özönlik a technológia Csehországban. Tehát mi mindig erről beszélünk, hogy ne ezzel versenyezünk, ne az olcsó magyar munkaerővel versenyezünk, mert annak az lesz az eredmény, ami történt, ami egy nemzeti tragédia, hogy százezrek elmentek az országból, és most idegen vendégmunkásokat hívnak a helyükre. Muszáj reagálnom a migráció kérdésére is. Ezt gondolom nem vitat, és nem is szokta vitatni egyébként a kormány, hogy ebben mi aztán főleg következetesek voltunk. Ugye 2016-ban, 2020-ban és 2022-ben volt olyan szavazás a Magyar Országgyűlésben, amikor olyan szubszidiaritási kérdés miatt el kellett utasítani, vagy fölhatalmazást, utasítást kellett adni az országgyűlésnek, a kormánynak, hogy utasítsuk el a kötelező elosztási kvótát. Az LMP 16-ban, 20-ban és 22-ben is így szavazott. Tehát mi egyetértünk azzal, hogy minden eszközzel föl kell lépni a kötelező elosztási kvóták ellen. Csak nagyon röviden kikanyarodva az unió működésére, és utána az unió működéséből akkor átkanyarodnék a nemzetpolitika kérdésére. Én 15-től 18-ig voltam a régió bizottságának a tagja, pont akkor, amikor ez a migrációs krízis elérte a határ. Hozzáteszem, emlékszek még arra, hogy Pécs mellé egy Martonfa nevű faluban a magyar kormány akart egy ideglenes befogadó tábort létesíteni, akkor mi tüntettünk ellene, sikeresen egyébként. Én utána 2 év munkával még azt is elértem, hogy vonja vissza a kormány ezt a döntést, és akkor azzal vádolt minket egyébként a Fidesz, hogy mi milyen populisták vagyunk, és hogy miért küzdünk az ellen, hogy menekültek érkezzenek az országba, migránsok érkezzenek az országba. Na és átkanyarod az európai működéséről, egy döbbenetes példa szerintem nagyon sokat elmond. Szörnyű eset történt egyszer 15-16 környékén, felborult egy nagyobb migránsokat szállító hajó, és rengetegen az életüket vesztették. És ez egy szörnyű tragédia volt, és pont akkor erről a kérdésről vitázott a régió bizottsága, és akkor természetesen elfogadtunk egy ilyen olyan nulladik pontot az állásfoglalás, hogy ilyen tragédiák ne történjenek meg, hogy ez szörnyű. Viszont ennek az állásfoglalásnak a harmadik pontjában már az szerepelt, hogy milyen csodálatos lehetőség ez a demográfiai és a munkaerő ellátási problémák miatt is az európai politikai elit szerint, hogy ez a migrációs hullám ez folyik. És hogy az olcsó munkaerőre, és eleve a munkaerőre számítanak, például a német gyártók, a német multicégek számítanak. És akkor én felszólaltam, és elmondtam azt, hogy micsoda álszent képmutató magatartás az,
hogy alapvetően egyébként sok szempontból ki provokálja a bizonyos uniós döntéshozatal, vagy bizonyos uniós országok döntéshozatal ezt a migrációs hullámot. Hozzájárul, hogy ez kialakulhatott. Ugye eleve a különböző geopolitikai problémák miatt, vagy az erőforrások lerablása miatt hozzájárult, hogy ez a helyzet kialakuljon, de még ugye elindultak ezek a Willkommen politika, ami megbukott látványosan Németországba, és ezeket a tragédiákat képesek úgy leírni, mint egy pozitív folyamat egyik kellemetlen mellékhatása. És én amellett érveltem a régió bizottságában, hogy ez egy krízis, tehát ez a helyzet, ami kialakult, hogy tömegével hagyják el a lakóhelyeket, vagy kénytelenek elhagyni emberek, adott esetben egyébként más kultúrából érkező emberek Európa felé, ez egy krízis, és mindannyiunknak az az érdeke, hogy feltárjuk őszintén azokat az okokat, amik ezt kiváltották, és közösen lépjünk fel a migrációt kiváltó okok kezelése érdekében, és helybe vigyük a segítséget. Ezt mi mindig következetesen képviseltük, és hát hadd nem mondjam, hogy éreztem, amikor én ezt elmondtam LMP-s politikusként az Európai Parlament épületében, éreztem azt a fajta ellenézést, amit egyébként mondjuk sok kormánypárti politikus is kaphat. Hát a liberálisoktól én mit kaptam, amikor ezt a véleményemet elmondtam. De ez valóban egy sorskérdés, és ez egy kritikám a kormány felé, hogy nem beszél még mindig a kormány kellő súllyal arról, hogy az éghajlatváltozása, a vízhiány, a mezőgazdasági termelés lehetőségének a csökkenése hány embert fog elindítani. A következő 30 évben 200 millió ember fog klímamenekültként elindulni. És erről kéne beszélnünk, azzal viszont tökéletesen egyetértünk, hogy a bevándorláspolitikát nemzeti hatáskörben kell tartani, akkor voltát el kell utasítani, és akkor a nemzetpolitikáról, na azt is megtapasztaltam nagyon sokszor, hogy a brüsszeli politikai elit, nevezzük így, mennyire nem képes megérteni, és nem kezeli súlyán az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítését. Ugye 50 millió emberről beszélünk körülbelül az unió területén, és így egyszerűen leseperegetik az asztalról azzal, hogy ez nemzeti hatáskör, ebbe ők nem szólhatnak bele. Akkor sem, amikor látható például egy román miniszterelnöktől, milyen jellegű kijelentésre ragadtatta magát, hogyan fenyegette meg az embereket például a székely zászló kitűzése miatt egy Európai Uniós országban. És ezekre a problémákra nagyon-nagyon nem volt érzékeny. És most sem érzékeny az európai politikai elit. Én azt gondolom, hogy ez a háborús helyzet az egyértelműen nehezítette a külhoni magyarság jogainak a védelmét, az érdekérvényesítés képességét, és nekünk azt kell megteremteni, hogy ebben a kérdésben szövetségeseket tudjunk találni, erős szövetségeseket, hiszen a politika logikája diktál minden, ebben a kérdésben erős nemzetközi szövetséggel fogunk tudni hatékonyabban fellépni. És ezért voltam egyébként nagyon boldog, hogy az Izsák Balázsék, a Székely Nemzeti Tanács által elindított, nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezés az egész Európai Unió legsikeresebb európai polgári kezdeményezésévé válhatott. Ugye ez egy óriási siker volt. Ugye emlékszünk még, sokáig, hát, hogy úgy mondjam, nem kapott támogatást az ügy, majd 2020-ban én Izsák Balázsval találkoztam Marosvásárhelyen, és akkor közösen megegyeztük, hogy beviszem a Magyarország gyűlés elé, hogy álljon ki az országgyűlés a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés ügye mellé, és akkor szerencsére elindult, ugye Pesti Lászlónak volt egy nagyon komoly kampány, az irdalá.hu kampány, és akkor elindult egy olyan folyamat, ahol ez az ügy, ez fölé tudott emelkedni a pártpolitikai megosztottságnak, és közéleti szereplők, zenészek, sportolók, politikusok egyik-másik irányból oda tudtak állni mellé, és ebből az ügyből egy valódi magyar összefogás jött létre, és példát mutattunk, büszkén mondhatjuk, hogy példát mutattunk az Európai Uniónak, Európának, a legsikeresebb polgári kezdeményezés lett. És hozzáteszem, és az utolsó mondat, elnézést, hogy sokat beszélek. Ez azért lehet fontosabb ez a kezdeményezés. Ugye a Minority Safe Pack esetében gyalázatosan járt el egyébként az Európai Bizottság, a parlament támogat, az Európai Bizottság lesöpörte az asztalról, viszont erre az ügyre, a nemzeti régiók ügyére nem érvelhet úgy a bizottság, hogy nem nemzeti hatáskörben lévő ügyeket érint, hiszen fejlesztéspolitikáról szól. Arról szól, hogy a nemzet, úgymond nemzeti régiók, ez így be is került az európai jogrendbe, így már a Székely Nemzeti Tanács jóvoltából, hogy ezek a nemzeti régiók ne szenvedhessenek hátrányt fejlesztéspolitika, tehát egy nemzeti szinten meghozott fejlesztési politika szempontjából, tehát nekem mély meggyőződésem, hogy ez a kezdeményezés sikert érhet el, és ilyen módon végre egy olyan eszközt tudunk adni a nemzetpolitika, a magyar nemzetpolitika mögé, és egyébként mind egész Európában az őshonos nemzeti kisebbségek védelme érdekében, ami példaértékű, és nagyon örülök, hogy ebben egyébként egy pártot leszámítva nemzeti konszenzus alakulhatott ki.
Három kérdést említettünk. Legrövidebben a kvótáról. Én örülök annak, hogyha ez az LMP álláspontja. Egy dologgal egészíteném ki, hogy erős kisebbségi álláspont a bal oldalon. Jó lenne, hogyha markánsabb lenne. Én magam egyébként legalább 30-40 helyen beszéltem arról különböző fórumokon, hogy a kiváltó okok között az éghajlatváltozás is van, amely lehet, hogy évtizedes távlatban a legnagyobb nyomás lesz a migrációs szempontból, hogy igenis foglalkozunk vele. Ami az adókat illeti, arról most nehezen vagyok meggyőzhető, hogy a sokkal magasabb társasági adó az megoldást jelentene ebben a helyzetben. Ugye a konkrétumok nyelvén, csak ne kérd számon, hogy nem mondok konkrétumot, a költségvetési módosító javaslataitokban 25%-os társasági adóra tettetek javaslatot, a mostani 9%-os helyett, tehát ez nagyon markáns különbség a vállalkozásoknak. Ez egy 500 milliárdos elvonás lenne, ott van a módosítóban. Jövedelemadók ügyében pedig két kulcsossá tennétek. A 2012-es javaslatban, a LMP javaslatban a magasabb adókulcs 40% lett volna. Most már nem ilyen drasztikus, most már csak 25% a mostani 15% helyett. 500 ezer forint bruttó jövedelem fölött már bekapcsolna, ami azt jelenti, hogy az átlagbér Magyarországon már érintett lenne a magasabb SZIA kulcs által. Úgyhogy ezt mindenki, bármilyen párt szavazója is legyen, érdemes, hogyha mérlegeli, hogyha az LMP javaslata menne át, az azt jelenteni, hogy az átlagbérre Magyarországon már magasabb adókulcs is vonatkozik, 25%-os is. Szerintem ez sem megoldás a jelenlegi helyzetben, amikor annyi mindennel kell küzdenünk, többek között inflációval. Nemzetpolitikai ügyek. Én szkeptikusabb vagyok azzal kapcsolatban, hogy egy olyan nemzetközi intézményrendszer, amelyik eleve a történelem részének tekinti a nemzeti közösségeket, meg a nemzeti kereteket, nem csak a történelmi kisebbségekről van szó, hanem a nemzetállami keretekről, az nagyon fogékony lenne a jövőben az ilyen típusú felvetésekre. Én dolgoztam Brüsszelben évekig a Fidesz delegációnál, és láttam, hogy hogyan pattannak vissza az őshonos történelmi kisebbségek ügyében tett javaslatok az Európai Bizottságtól, nem ilyen hosszadalmas leírásokban, hanem ilyen odavetett egymondatokkal. És én kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a polgári kezdeményezésnek az életútja, de azok a korábbi viszonyulások, amiket én láttam, túlságosan sok reményre nem adnak okot. De akkor mi a megoldás? A háború az nem segít, ha más nem azért, mert eltereli a figyelmet, és más dolgokkal foglalkoznak. De azt gondolom, hogy a kétoldalú kapcsolatok erősítésében sok-sok lehetőség van. Nézzük mondjuk a magyar-román kapcsolatokat. Az önmagában szerintem nagyon fontos, hogy a két miniszterelnök a napokban találkozott. Egy ilyen munka megbeszélésen, ennek önmagán túlmutató jelentősége van. Lehet, hogy vannak ügyek, akár a háború kérdése, ahol nem pont ugyanazt az álláspontot képviseljük, de vannak más területek, ahol is igenis erősíteni kell az együttműködést, és hogyha ezt erősítjük, akkor az a történelmi kisebbségeknek is jó lesz. És azt gondolom, hogyha eljutunk ehhez a közös meggyőződéshez, az megoldás lehet. Ez mit jelent a konkrétumok terén? Gazdasági értelemben Románia Magyarország harmadik legnagyobb exportpiaca. A MOL jelen van több mint 245 kúttal, 97 OTP fiúk van, a Richternek is több száz alkalmazottja van, csak három nagy magyar céget mondtam. Az energiaellátásról már beszéltünk, hogy Románia milyen jelentős szerepet játszhat abban, hogy Magyarország tudja csökkenteni a függőségét, ugye a Fekete-tengeri gázmezőkön keresztül, az interkonnektorokra is utaltam, és hogy egy harmadik területet is mondjak, a gyorsforgalmi összeköttetések száma az éveken belül elérheti a négyet. Tehát négy helyen lehet majd gyorsforgalmin átjönni, Romániából Magyarországra vagy fordítva, ami, hogyha majd sikerül elérni Románia schengeni tagságát, amit Magyarország támogat, akkor az még zökkenőmentesebb közlekedés jelenthet a két ország között. Ennek jelentőségét azt gondolom, hogy nem kell különösen hangsúlyoznom a magyar közösségek szempontjából is. És hogy a másik oldalát is említsem a dolognak, a román kisebbség Magyarországon 6-szor annyi támogatást kap most, mint 2010-ben, az ortodox egyház pedig 7-szer annyit. Tehát a román kisebbségek is Magyarországon megkapják a kellő támogatást. Tehát azt gondolom, hogy ha különböző gazdasági területeken erősödik az együttműködés, akkor az jó hír lehet a magyar kisebbségek számára is. Nem csak Romániában, hanem minden más érintett országban. Miután kezdődik egy másik kerekasztal itt, úgyhogy akkor egy nagyon rövid reagálást, és utána majd kérdéseket.
Igazából kérést szeretnénk megfogalmazni, kettő kérést államtitkár úr felé. Államtitkáron úron keresztül a kormány felé, tehát itt próbálok így átlátható módon lobbizni két cél érdekében. Ugye abban, hogy Kárpát-medence nem csak egy történelmi régió, de egy természetes egység is, ebben teljes egyetértés van. Amikor a fontos nemzetpolitikai fórumok vannak, Máért, KMKF, akkor mi mindig javasoljuk, hogy ez a mondat kerüljön be az áródokumentum, és mindig egyhangúan érvényesül is. Ugyanakkor látjuk azt, hogy milyen elképesztő kockázatok láthatóak a természeti kincseink, mondjuk főleg a közös folyóinkat érintően. Ugye volt múlt éven a Sajó esetében egy szörnyű szennyezés, nem olyan régen a Besztercét érintően volt súlyos szennyezés, és elképesztő kockázatok vannak egyébként a Tisza-Erdélyi mellékfolyóin. Felhagyott bányaterületek, meddők, stb. És látva egyébként az éghajlatváltozás hatásait, hogy milyen gyakran előfordulnak extrém csapadékok, ugye ez történhetett a Besztercei esetében is, óriási a kockázata, hogy súlyos ökológiai katasztrófa kialakul. Ebben az ügyben sokkal erősebb nemzetközi együttműködés kell, és egyébként határozottan meg kell fogalmazni a nemzeti érdekeket. Egy politikai nyilatkozatot készítettem, én elküldtem a frakcióknak, szeretném, de fontos üzenete lenne, hogyha ezt megpróbálnak egyhangon elfogadni majd az országgyűlés őszi ülésszakán, hogy közös erősebb együttműködés alakuljon ki a közös nemzeti kincseink érdekében. A másik pedig, ami meggyőződésem szerint egy valódi sorskérdés, és mondhatjuk talán az egyik legfontosabb sorskérdés, a vízgazdálkodás. Ugye elképesztő asszályt tapasztaltunk meg múlt évben, és akkor nagyon sok embernek kinyílt a szeme, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk. Ugye láthatjuk, hogy milyen módon folyik most is Magyarország kiszárítása, hogy az egykori folyamszabályozások miatt elvesztettük az egykori ártereket, vízi ártereknek a többségét. És olyan helyzetben vagyunk, hogy ma Magyarországról több víz folyik ki, mint amennyi befolyik, hogyha az anyaországot nézzük, és gyakorlatilag most is az ország lecsapolása folyik. És itt egy alapvető szemléletváltásra lenne szükség, hogy a víz gyors levezetése helyett a víz megtartása és a víz tájban történő megtartására lenne lehetőség. Itt szerepe van az agráriumnak, szerepe van a vízügynek és szerepe van a politikának. Matematikai modellekkel alátámasztott koncepciók állnak rendelkezésre, hogy milyen módon lehetne visszavezetni nagy vizek idején a vizet az egykori árterekbe. És azt is meg lehetne tenni, hogy kompenzálni lehessen, nyilván itt érdeksérelme érheti a gazdálkodókat, kompenzálni lehessen, hogy ez gazdasági hátrány, gazdasági kárt ne okozzon. De csak így, ilyen módon lehet megállítani azt a folyamatot, amelynek drasztikus, elképesztő következményei lesznek az anyaország teljes kiszárítását. És erre is készült indítvány, egyébként voltak már rendkívüli ülések, hál' Istennek elkezdett róla beszélni a vízügy. Nagy István miniszter urat elhívtuk a Fenntartható Fejlődés Bizottság ülésére, és ott is ő is pozitívan nyilatkozott, de egyelőre még ez a döntések szintjén nem jelenik meg. Ez egy valódi sorskérdés, ezért én szeretném itt nyilvános lobby keretében kérni államtitkár urat, hogy segítsen abban, hogy ebben ez a kérdés, ez eljusson a döntéshozatal szintjéig, és egy teljesen új szemléletű vízgazdálkodást tudjunk érvényesíteni, és közösen tudjunk azért tenni. Abszolút ez nem pártpolitikai kérdés, hogy a táji vízvisszatartás lehetőségeit megtartjuk, a vizes élőhelyeket meg tudjuk menteni. Ez egy valódi sorskérdés, én nagyon bízok benne, hogy olyan konstruktívan tudunk majd ebben az ügyben is együtt dolgozni, mint például a nemzeti régiók sikerevitelében. Mind a két kérdésben nyitott ajtón kopogtatsz olyannyira, hogy nyitva is van, mert a kormány dolgozik már ezen a programon, ugye ez összetett kérdés, mérnöki munkát igényel és sok minden mást, vízügyeseknek, vízügyes szakemberek jelenlétét, hozzájárulását, de ez már zajlik. Tehát a tavalyi aszály az rendkívül súlyos károkat okozott, egyébként az inflációhoz részben az is hozzájárult, az élelmiszerinflációhoz, még egy ok arra, hogy még egy ilyen súlyos év ne legyen, de már ezt megelőzően is zajlottak egyeztetések, ez egy hosszú távú folyamat, és én azzal is egyetértek, hogy a Kárpát-medencei fórumoknak, bármi is legyen az, tevékenységét a politikai ügyeken túl a természetvédelmi szempontokra is érdemes kihegyezni, használni. Én ennek messze menőkig támogatója vagyok. Közös értékünk, és remélhetőleg olyan terület tud lenni, ami mentes a napi politikai csatározásoktól. Köszönöm szépen. Kérdés, hogyha van. Igen, tessék hátul. Thank you.
nyert a magyar gazdaságnak hosszú távon, vagy hát én azt gondolom, hogy ide jönnek a fejlődik, akik töltik a gyártat, egy nem sikert az Magyarország számára, és hiszen lesz olyan a honvédelmet, és erősíték, illetve gazdasági együttműködést is, hogy hozhat ez egy hasonló siker, mint az autóival, ilyen német tekintetben, illetve a mellett természetesen megmaradja a német autóival, sőt, hogy a Magyarország követi a trendeket, hogy az akkurátor gyárak tekintetében, hogy az erősen megmaradjuk. Köszönöm. Ugye két lába van a honvédelmi fejlesztéseknek, egyrészt az Zrínyi program, ami már a háború előtt jócskán megindult, 2017-ben indult, tehát egy rendkívül legatyásított honvédséget örökölt ez a kormány. Nem voltak önkéntesek, valójában nem volt tüzérség, a kiképzőgépeket leépítették, tankokat elajándékoztak, innen kellett visszajönni, most már erősebb a honvédség egyébként, mint volt. Tovább kell erősíteni, nem azért, mert háborút szeretnénk, hanem azért, mert képesnek kell lennünk magunkat megvédeni. A másik lába pedig az iparfejlesztés. Ez is megindult, tehát Zalaegerszegen óriási fejlesztések voltak. A Rheinmetall fejlesztés az a legkorszerűbb technológiát hozza ide. Gyula mellett Airbus gyár épül, lehet, hogy helikoptereket is gyártanak majd ott, nem csak alkatrészeket, tehát ez a munka, ez már konkrét beruházásokban is testre tölt, és várhatóan folytatódik. Szabad röviden is reagálok. Azt súlyos hibának tartom, hogyha bármelyik kormányzat leépíti az önvédelmi képességet. Az egyértelmű, hogy aki békét akar, annak legyen elrettentő ereje. Tehát legyen látható önvédelmi képessége. És nyilván ilyen helyzetben sajnos, vagy ebben az összevetésben sajnos mondhatjuk, hogy erősödésre van szükség. Azzal is maximálisan egyetértünk, hogy a NATO tagként ugye a kötelezettségeinket maximálisan teljesíteni kell. Nagyon fontos ugyanakkor, amiben kritikám van a kormány felé, hogy a legfontosabbak az emberek, azok, akik az adott esetben az életüket adják a hazáért. A fegyveres testületek tagjai, a katonák. És sajnos nagyon sok olyan döntést lehetett látni az elmúlt időszakban, és a közelmúltban is, ami én úgy érzem, hogy joggal váltott ki felháborodást, hogy olyan hogy a fiatalitás címén olyan leépítések, amik egyszerűen indokolhatatlanok, de legalábbis nem volt rá indoklás, hogy miért történt meg. De ezen túl is egyébként én azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy az anyagi megbecsülése a fegyveres testületek tagjainak az köszönő viszonyban sincs a szükséges mértékhez. Ez egy nagyon komoly hiányosság. Hiányosság a jelenlegi kormánynak és a megelőző kormányoknak is. És én személyesen nagyon sok ilyen történetet ismerek, ilyen esetet ismerek, hogy rendkívül magasan jól képzett katonatisztek egyszerűen az ő tudásuk nem tud érvényesülni jelenleg a magyar védelmi képességekben. Egyszerűen kikerülnek a rendszerből, még akkor is, hogyha ilyen tartalékosként bekerülnek a rendszerbe, akkor nem tudnak olyan munkakört, olyan beosztást kapni, amivel ki lehetne használni az ő egyébként nagyon értékes és sok év alatt megszerzett tapasztalatait. Tehát szerintem, amellett, hogy fontos az önvédelmi képesség technikai eszközökben mért erősítése, nagyon-nagyon fontos és sokkal fontosabb feladat talán azoknak az emberek a szakmai és anyagi megbecsülése, akik az életük árán meg fogják védeni a hazát, amikor arra reméljük nem kerül sor, amikor az esetleg megtörténik. Tessék. Megpróbálok mikrofon nélkül. A kérdésem elsősorban az, hogy ismerik-e a Richard von Pudendorf-Kalernynek a könyvét, amit 1925-ben de praktikusan idealizmus címen ír, ami pontosan leírja azt, amit most az Európai Unió, amely gyakorlatilag a gyarmatosítóknak az érdekvédelmi szervezete, ez az én meggyőződésem. Egyébként kettős állampolgár vagyok, német a másik, csak így születtem. És a másik dolog az, hogy ugye itt az LMP sokat beszél, és hallottam tegnap a kollégájától, hogy a kormánytól gyarmatosítási szót bedobtál, ami engem végtelenül fölháborít, mert én egy gépészmérnök vagyok, és a Puma nevű cégre dolgoztam 12 évet Augsburgban, akik a robotokról híresek, és az autóipart látják el, egészen az Egyesült Államok Tesla-ig ezekkel a robotokkal. Tehát az a technológiai fejlődés, ami az autóipar Magyarországra, német autóipar jött lényegében Magyarországra, meg a Suzuki vagy a Japánból, de ezek az autók mind átállnak elektromos sajtásra. Ha most egyszerűen nem gyártanak Magyarországon akkumulátorokat, ahogy például Erfurtban most épített ugyanaz a kínai gyár akkumulátor, aki
Debrecenben most azért csinál akkumulátort, mert a BMW-nek szüksége van. Ezek nem ilyen kicsi akkumulátorok, ezek akkumulátor cellák. Ezek a kis gombelemek, amiket összeraknak egy, az egész autónak a padlózatába beépítik. Ez egy hatalmas és elég nehéz, súlyos dolog. Ezt nem lehet Kínából hozni, ezt nem lehet, nem tudom én, akár Romániából hozni, mert rendkívül súlyos költségeket generált. A német autóipar azért fog még jobban idejönni, mert a költségeket nem kírják. Tehát ott még sokkal nagyobb a probléma, és ugye az, az egész konfliktus, amiből ne szövelejtsük el, hosszan beszéltem, de most befejezem, hogy ezt az egész háborút az Egyesült Államok generálta, ezt a Brzezinski 1999-ben leírta a nagyság csapjánszába, hogy miért kell leválasztani a Szovjetuniót Ukrajnát, mert Ukrajna nélkül a Szovjetunió nem nagyhatalom. Tehát ami most folyik, az egy tudatos, Európát megszálló hatalomnak a, az a politikája, hogy ők kirángassák magukat abból az adósság halmazból, ami az Egyesült Államok jelenleg több mint 30 ezer milliárd csak az államadósságban. Nem beszélve a bankokért, nem beszélve a gazdasági egységek, nem beszélve a magántulaj, magán embereknek az adósságát, miközben a világ GDP-je kb. 85 ezer, addig az Egyesült Államok államadósága 30 ezer, és ezt akarják kihozni. Egyetlen egy parlamenti képviselő volt most a német Bundestagban, ráadásul nem is egy német születésű, hanem már ott született, úgy értem, hogy nem német nemzetiségű, és ez elmondta, hogy az Egyesült Államok már régen ki kellett volna vonulni Németországban, és nem történik semmi. És még egy javaslatom, én nagyon hallgatom a parlamenti vitáit, és kedvelem, ahogy replikázik, hogy nem szabad elfelejteni, hogy itt, akár Ukrajnával kapcsolatban, az akár italmos vagyunk. Ezek olyan területek, amik a miénk voltak, és ezt ma úgy nevelte föl négy generáció, hogy letagadják. Tehát az én nagyapám tette Temesvár a Kelet elfúrtjára, így mondják, és ma Temesváron oda megyek, és ott lehet a Jón Kuzáról olvasni egy táblát, hogy 1865-ben itt szállt meg utoljára román földre. Tehát ők úgy tanítják, hogy nem Magyarországból, hanem Austria. Abszolút irodott egész pontosan. Hát nem tudtuk azt se elérni ebben a politikában, hogy legalább tisztességes történet van, és csak ennek megfelelően az interneten, hogy vitázod egy románnal, hát ott megakad a vita, hogy ő úgy mondja, hát ez mindig is Románia volt. Ha volt valamikor 1200, meg ugye akkor a Károly Róbert Temesváron volt a fővárosa, királyságnak. Ez az egy, amit elismernek utána a törökök, utána az osztrákok, és mi itt ülünk, szembenünk, kínlódunk, közben sorvadunk, és még egy kérdés engedjenek meg. Mi az oka annak, hogy mi sorvadunk? Nem csak miért egész Európa, keresztény kultúra alapon, miközben Törökország 1960-ban 22 milliós ország volt, most már 83 felé tendálnak, és az 50 ezer négyzetkilométer lakható területre rendelkező egy ító, mert egyébként 1 millió négyzetkilométer, de a maradék az kő és homoksivatag, ott pedig 20 évvel ezelőtt jártam ott, akkor voltak 60 millió, most 80 millió. Tehát valahol utat téveszkedtünk. Köszönöm, hogy türelmesen megtaláltatok. Köszönöm, 4 percünk van a válaszokra. Igyekszek több mondatokba beszélni. Említette az amerikai kivonást Németországból. Jól emlékszem, az egy zöldpárti képviselő volt, aki ezt először felvetette. És tegyük hozzá, hogy ez a mai német zöldpárt, ez már nem egészen olyan zöldpárt, mint az annak idején. De amikor először ez fölmerült a német közéletben, az a zöldpárt volt. Igen, és tehát azért mondom, hogy ugye annak ellenére, hogy mi is zöld párt vagyunk, és egy párt családban vagyunk, rengeteg kérdésben vitánk van egyébként pont a német zöldekkel. Akkumulátor. Egy másik gépészmérnököt szeretnék idézni, bizonyos Palkovics Lászlót, aki akadémikus, és azt gondolom, hogy a szaktudását, a sok dologban vitatkozunk is, a szaktudását nem lehet elvitatni. Ő úgy nyilatkozott az akkumulátorgyártásról, hogy ez minden csak nem környezetbarát és nem energiabarát. És amikor múlt év májusában alakult az új kormány, és ő még miniszter jelöltként a meghallgatására jött a bizottság elé, a Fenntartható Fejlődés Bizottság elé, amit én vezetek, akkor erről a kérdésről beszéltünk. És ő egy rossz adottságként említette ezt az uniós döntést, hogy 2035-ben a belső égésű motorokat ki kell vezetni, és erre teljes mértékben elektromos autókra kell átállni. És azt mondta, hogy ez egy rossz döntés, szerinte egy zsákutca, zsákutcába vezet, ilyen hatásai lesznek, amit ön is említett.
És én hozzáteszem, hogy ezzel ilyen formában én is egyetértek, és a mellettem bizottság alelnökként ülő Bencsik János, fideszes politikus, ő is elmondta, hogy ő is egyetért vele. Tehát, hogyha megnézzük, és hogy miért fogalmazunk meg ennyi kritikát, tehát nagyon sok tekintetben egyetértek Palkovics Lászlóval, és hogyha megnézzük, hogy milyen helyzetbe kerülünk, hogyha mondjuk a már láthatóan elinduló német, olasz és francia lobby kifeszíti ezt a döntést, ezt a 2035, van erejük, van politikai erők, kifeszítik ezt a döntést. Vagy egyszerűen szembe jön a valóság, ami szerintem meg fog történni, és kiderül, hogy ez egy technológiai zsákutca. És teljes képtelenség az egyéni mobilitás mértékének a kezelésén túl egyszerűen csak lecserélni elektromos autókra belső égésű motorokat, ez teljes képtelenség, akkor itt óriási változások fognak bekövetkezni. És hogyha Magyarország olyan helyzetbe kerül, hogy szinte minden tétet úgymond erre rak, egy ilyen technológiára, és azáltal, hogy most kitett a német autóiparnak, mellé oda tesszük, hogy a keleti akkumulátoriparnak is teljes mértékben kitetté válik, és bekövetkezik egy ilyen változás, akkor óriási bajba kerülünk. Mi ezért mondjuk azt, hogy csökkenteni kell az ország gazdasági kitettségét, és egyre inkább a helyi termelésre, a szükségletek helyi kielégítésére kell átállni. Ezért beszélünk mi patrióta gazdaságpolitikáról, hogy ne abba versenyezzünk, hogy hogyan tudnak itt német multiköltséget csökkentve termelni Magyarországon, hanem hogyan lehet a helyi gazdaságot megerősíteni, amikor jönnek a válságok, mert jönnek a válságok, ezért Covid-válság, mi egyéb. Reméljük, hogy háborús konfliktusokkal nem kell szembenéznünk majd, és ez is mielőbb véget ér, de egy ilyen válsághelyzetben akkor a legrosszabb, hogyha a mi gazdaságunkról szóló döntéseket nem Magyarországon tudjuk meghozni. De az eleve mi kritizáltuk az, hogy ilyen mértékben függővé teszik Magyarországot az autóiparnak, de ebben a vitában már szót ejtettünk arról, hogy ez az akkumulátorgyártó kapacitás, ami már megvan, bőven ki tudná elégíteni a jelenleg nálunk meglévő autóipart. Tehát mi se a jelenlegi autóipar szétrombolásáról beszélünk. Itt olyan mértékű akkumulátorgyártó kapacitások ide telepítésről van szó, ami ezen messze túlmutat. Tehát messze a magyar igényeken túlmutat. És hozzáteszünk, ugye itt is sokszor kritikaként jön velünk szembe, hogy pozitív, zöld szempontból pozitív hatása van az akkumulátor, az elektromobilitásnak. Ez valóban csak most olyan helyzetben vagyunk, hogy ezeknek az akkumulátoroknak, amiket Magyarországon gyártanak és majd fognak gyártani, megvalósul az iparstratégia, nagyon pici porszemnyi töredékét fogják Magyarországon felhasználni. Ezek nem a magyar városokban fognak majd tisztább levegőt okozni, hanem a nálunk gazdagabb nyugat-európai városokban lesz tisztább a levegő, miközben sajnos megint csak objektív okokban láthatjuk, hogy nem lehet most pórázt olyan szinten a már meglévő gyárakra se, hogy ne szennyezzék el a vízbázisunkat. És az egyértelműen a víz maga az élet. És hogyha a vízbázisunkat, a vízkincsünket feláldozzuk, akkor óriási bajba kerülünk. Erre annyit tudok mondani, hogy nem az a baj, hogy a német autóipar erős, hajrá német autók, hanem az a baj, hogy Németországban nem volt senki fajsúlyos szereplő, aki azt mondta volna, hogy hékás, ezek a tervek nem jók. Ha gáztól függünk 50%-ban, akkor ne magunkat lőjük lábon azzal, hogy olyan szankciókat fogadunk el, ami a német autóipart is kicsinálja. Ezért van most reálbér csökkenés többek között. Ezt nem értem, hogy miért nincs egy hang. Az, hogy a kormányfő vagy a kancellár nem tartozik ezek közé a hangok közé, arról van véleményem, de más is, nem látom. A Kalergi könyvet nem olvastam, a szerzőt ismerem, de nem olvastam a könyvet, nem tudom, hogy mi van benne. Egyet tudok az európai együttműködéssel kapcsolatban, hogy a csalódásunk jelentős része azzal kapcsolatos, hogy az Európai Unió az békét és gyarapodást ígért, és most egyiket sem tudja fenntartani. Kiegészítve azzal mondjam a sérelmünkkel, hogy azt gondoltuk, hogy nem leszünk másodosztályú tagként kezelve, és sokszor úgy éreztük, hogy másodosztályú tagokként kezelnek minket. Nekünk nem lehet azt, amit másoknak igen. A Brzezinski könyvet viszont olvastam még sok évvel ezelőtt, és egészen világos, hogy mi az amerikai stratégia, leírják egészen nyilvánvalóan bizonyos könyvekben. Nekem azzal semmi problémám nincs, ha Amerika a saját érdekeit követi, adott esetben határain kívül is. Nekem azzal van problémám, hogyha Európa nem nézi meg, hogy neki mi a saját érdeke a gazdaságban és azon túl is, és hogyha magyar politikai szereplők sem ezt a szemüveget veszik fel. Kárpátaljai közösségek, illetve történelmi közösségek. A háború egyik legtragikusabb következménye az, hogy nem tudjuk, hogy a kárpátaljai közösségek jövőjét ez hogyan befolyásolja, hogyan tudnak megmaradni, milyenek lesznek a gazdasági kilátásaik, mennyien menekültek el.
Magyarországra, vagy éppen más országokban, nem tudjuk, hogy ennek mennyire lesznek súlyosak a következményei, úgyhogy még egy ok a béke mellett. Miért sorvad Európa? Ennek vannak technikai megközelítései is, mindenkinek javaslom Niall Ferguson Civilizáció című könyvét, amely sorra veszi azokat az úgynevezett gyilkos alkalmazásokat, amelyek Európát évszázadok alatt nagyjátették, és érdemes elgondolkozni, tudomány, verseny és sok minden más, érdemes azon elgondolkozni, hogy ezen gyilkos alkalmazások közül most vajon melyikre építünk. Egyre például, biztosan nem, ezt már én teszem hozzá, a kulturális örökségre. Tehát a hanyatlás egyik eredő oka az, hogy Európa elkezdi zárójelbe tenni, vagy elmetszeni a saját kulturális, akár keresztény örökségét, és ez nem arról szól, hogy ki jár templomban minden vasárnap. Tehát utat tévesztettünk, utat tévesztett Európa, és rendkívül gyorsan irányváltásra van szükség. Ennek az első kinyilvánítási formája szerintem az európai parlamenti választás lesz, ami majd szerintem egy következő megbeszélés, vagy ilyen kerekasztal beszélgetés témája lehet. Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmet.